Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk, 6 óra után 14 perccel. Hello Feri, hello Jani. Hello! Drága hallgatóink, itt vagyunk veletek, és jó hírekkel szolgálunk. Egyrészt világosabb van már, mint tegnap vagy tegnap előtt. Ma kérdés, tegnap nem, intéztük. Igen, tegnap intéztük. Ma fényszóróval jöttél végig. Igen, a városon mások ugyan nem láttak semmit, de te remekül. Nem, refivel. Igen. Olyan világos volt, fura volt, de mindenki villog, de mondom, így örülnek nekem kora reggel, hát a kutyafáján, hát ilyen, ha az ember sok embernek okoz örömet a műsorában. Nem, szóval, hogy tényleg világosabb van, mert talán ma nem lesz beborulva az ég, és ebből viszont az látszik, hogy már negyed hét körül egészen jó idő kezd lenni, sőt, szárazok az utak, legalábbis itt Pesten, ugye, és nem esik az eső szintén Pest megyére értem. Tehát a dolgot. Csupa jó hír. Fán, ahogy kell, ezt mondani szokták, balkézzel fán, hogy azért nem minden jött be azból a prognózisból nem. Megint. A négy napig megint, esik. Megint hát, igen, megint kiderült. Robot. Hála jó Istennek, hogy éjjel nap azt szakadni fog. Én nem értem az időjárást egyébként, szóval, hogy azt is meg lehet fogalmazni többféleképpen. És a meteorológusok is olyanok, mint amilyen mostanában a világ, a híradó, a hírportálok és mindenki, mindig a frászt akarják rád hozni, mert én megfejtettem, hogy ez miért van. Kíváncsiak vagytok az elméletemre, hogy ez miért van? Hogyne! Ja. Elkísérlek. Ma reggel megint kipihentem magam, és tele vagyok jó elméletekkel. Na. Az elméletem a következő. Azért ijeszgetnek mindig a meteorológusok, mert egyébként félnek, hogy eltűnnek a nagy hírzajban. Ugye mi történik? Észak-Korea. A hírzajban? Putin. Nem tudom. Iszlám állam. Atom. Robbantás. Atom. Jön a kis meteorológus. Gravitációs hullám. Jön a kis meteorológus, és azt mondaná, hogy sütni fog a nap. Nem lesz semmi. Mit akarnak? Felvették a versenyt. Te meg ki vagy öcsém? Te meg ki vagy öcsém? A húzi, nem a Szűzéről beszélünk, Szíriáról, érted? Egy iszlám államról. Felvették a meteorológusok a versenyt az elmúlt 5-10 évben, és mindig rád akarják hozni a frászt. Nézd meg, hogy amikor nyáron jó idő van, kiadnak egy hírt kora reggel, július 1-én, mit tudom én, 6 órakor már az Országos Meteorológiai Szolgálat UV-a, országos kánikula, UV-a, megdög lesz, véged van, ember. Negyedik csapás, világvége. De tényleg, jön egy kis eső, 6 napig, esni fog, és izé nem. Áradás. Nem esett 6 napig, tehát volt egy-két eső, jó idő volt, sütött a nap, tegnap is már több helyen kisütött a nap, érted? Tehát ők valahogy ráálltak erre, hogy nem akarnak eltűnni a nagy hírzajban, és ezért ijeszgetik a jó népet. És beszeretnék kerülni ebbe a nagy hírfolyamba. Be akarok kerülni a hírfolyamba, igen. Azért mi hírszerkesztünk is, ugye egy szenzációról van szó, a világ egyik legfontosabb, és én azt gondolom, hogy egyik legminőségibb hírszolgáltató, ugye nálunk van, és az egyik zászlós hajója ennek Ákos. Szia! Te mi van? Hozott neked valamit az Ákos? Nem, de abban bízom, hogy fog. Ja. És na most Ákos is ugye milyen szavakra keres rá? Brutális. Na, rettenetes. Igen, de ő is úgy iszonyatos, ezeket beüti. Igen. Nyom egy entert, és amit kidob, abból rakja össze. Nagy kánikula, hőség, igyanak sok folyadékot, veszélyes az UV, nem menjenek napra. Hát mire beérek ide negyed hétre, összetoljon magam az időjárástól, nem? A nyári napon azért, mert nyár van, télen azért, mert csíkosak az utak, meghalunk, a zsónos eső van. Szóval mindig megy az ijeszgetés. Meg abból visszajönni mindig sokkal könnyebb, mint hogyha alálősz. Igen. Mert ha egyszer nem szólsz, ugye volt az augusztus 20, azóta akkor mindenre szólunk. Ha egyszer nem szólsz, akkor azonnal te vagy a béna. Inkább max túltolod egy picit. Uh-huh. Inkább elindult a túlijeszgetés. És akkor így ők is ott vannak. Ők is fontosak, nem? Nem erről van szó? Így van, de hogy nem. Egy sziget. Arról nem beszél, hogy így jobban folynak az esernyők, a kalucsnik, az atombunkerek. Tehát, hogy így jobban oda figyel ezekre az ember. Van egy esernyő vállalkozás. Én nem tudom, lehet, hogy egyébként a meteorológusok egy hátulról a kalucsni vagy az esernyő lobby az, ami irányítja. Lehet, nem tudom, de minden esetre észrevettem, hogy az utóbbi években egyre durvábbak a meteorológiai időjárás jelentések is, hogy egyszerűen tényleg az már nem fér bele, jó reggelt kívánok, kellemes idő lesz, plusz 6 fog sütni fog a nap, semmi extra. Éveszik, valahol magukat. Valamit be kell csempészni. Valamit hozni kit kell. Kit érdekel a semmi extra most őszintén? Hát, az a baj, egyre kevesebbeket, igen. Mindenkivel minden rendben, jó volt a tegnap? Igen, mondhatni. Csodás napot töltöttetek. Hát, külön. Szó. Én nem is tudom, mit csináltam. Ja, oltani vittem a gyereket.
Mit kapott? Meg kérlek kicsi szépen, vagy nagy? Fakultatívat adtunk neki. Fakultatív? Az mi a fakultatív? Fakultatív, fakultatív akarod, az a akarod, nem akarod, oltod, nem akarod, nem oltod című oltás volt most. Ez a gennyes agyhártya gyulladás ellen mi azt beadjuk, mert olyan helyen élünk, ahol sok a kullancs. De és hogy dobtátok fel neki, hogy fakultatív, vagy ne? Benni, szeretnél egy gennyes agyhártya gyulladást? Nem, ezt a Noel kapta. Nem. Hát akkor meg... Úgy értem, hogy ez nem a kötelező oltások közé tartozik, tehát nem kell kötelezően beadni, mit tudom én, amikor megszületik a BCG-t, vagy a másfél éves oltást, vagy amit a hat éves, hanem ezt eldöntött, hogy ezt te beadod, vagy nem adod, és mi erről úgy döntöttünk, hogy beadjuk. Hát én utálom mindent, elolvastam, hogy mi van ebben az oltóanyagban, hideg kirázott, de ezt beadtuk tegnap. Úgyhogy ez a gennyes agyhártya. Gennyes agyhártya. Mit nem mennyire olvasgatsz? De mi értelek? Mert én stresszelem magam, én hülye vagyok. De hülye vagy már, bocsánat. Tényleg. Tényleg, ne, ha elhatározod, hogy a kullancs ellen beadom a védőoltást, akkor igen. Kész, pont. Ott már nem olvasgatsz utána. Már nem nézed meg, már most... Alumínium hidroxid, érted? 0,25 mg alumínium hidroxid. Na, édesem, ezt fogom én most belét tolatni, mert én vittem, mert a Viki a Benivel volt, mondom, ó, te szegény. Csirke utolsó... embrió. Az is van benne. Csirke embrió. Csirke embrióban tenyésztik ki ezt a vakcinát. Atya Isten, hogy mivel mérgezzük ezt az ártatlan gyermekét, immunrendszerét, és akkor belementem egy ilyen morális válságba, mire odaértem. Oda akartál ugrani a tű elé, hogy doktor úr, ne! Ne, ne csinálja! Nekem adja! Igen, és aztán megszúrtak. De a kis töki nagyon hősiesen tűrtem. Hát igen, mondott, egyszer akarok csinálni egy műsort erről, majd lehet, hogy aznap kimenőt adok nektek. Ez az olcsunk, ne olcsunk című történet. Meghívunk egy olyan dokit, aki oltáspárt, és meghívunk egy olyan dokit, aki nem, és megcsináljuk, hogy vitatkozzanak. Azért imádom az ilyen beszélgetéseket, mert gyakorlatilag, hogyha jó a casting, akkor két olyan embert ültetünk egymással szembe, vagy hozunk be egymással vitatkozni az étterbe, akik mellett, mint bármelyik mellett, az érveik igen. Alapján bármelyik mellett le tudod tenni a voksodat, és azt mondod, hogy meghallgatod őt, igen, ez meg ő a király, megszól a másik. Na jó, nem. Hú, basszus, ő is király. Most akkor nincs királyunk. Én az ilyen beszélgetéseket szeretem. Őt hallgatod, igazából. Őt hallgatod, neki is igazából. Hát két embernek nem lehet igazából, mert ugyanarról beszélünk, és mégis mindenki tök mást mond. Na mindegy, szóval ez volt tegnap. De hősiesen. Hogy lehetne egyet? Hogy a dokitól még azért kérdeztél egy fél órácskát? Beszélgettem vele, nagyon szeretem. Mert volna, de tudod. Doktor úr, ne haragudjon, de... Jó, oké, meggyőzött. Akkor adja be. Ne adja be. Nagyon-nagyon szeretem a dokinőt, nagyon-nagyon. Az lenne egyébként jó, hogyha tényleg a gyereke nem élné még ezt sokként, sőt, egy picit akarná, egy picit felkészíteni rá, és mondjuk ebben már mondjuk élen járnának a meseírók is. Tehát egy-két mesébe, hogyha például bele lenne pörgetve, forgatva ez a téma, például a gennyes agyhártyagyulladás, akkor a gyerek is sokkal könnyebben viselné el. Akkor azt mondaná, hogy ember nehezen érti. De hogy elmesélnék neki. Ma este a gennyes agyhártyagyulladásról mesélek neked. A bogyós babócsák. Miután Tigris nem kapta meg a gennyes agyhártyagyulladás elleni oltást, nagyon sokáig sajnos nem tudott együtt játszani. A barátaival. Igen, hát ez a Beninél működne, mert ő a 6 éves kötelezőt kapta, de Noelnél azért ez még nem annyira. Ez melyik része volt? A kullancs vagy a betegség? Hát itt már nem nagyon tudtak együtt játszani, mert Robert lánynak esett. Az megvan nektek, gondolkoztatok azon, hogy most volt karácsony, most adtuk át az ajándékokat egymásnak, igen. És gyerekek, két hét múlva március van. Bizony. Észrevettétek ezt, hogy ahogy öregszünk? Mondjuk ezt a két hét múlva márciust, ezt úgy mondtad, mintha hogy hívják lenni, érted, szilveszterre. Nem úgy mondom, hanem, hogy egyszerűen azon is gondolkoztam most, ez egy ilyen gondolkozó reggelem volt, hogy ahogy öregszel, mennek gyorsabban a napok és a hónapok, hogy? Vagy fiatalkorunkban is ilyen gyorsan ment, csak nem nézted ennyire. Nem lehet két hét múlva március, mikor most állítottunk karácsony. Az vagy mindjárt elment egy negyed év. Ahogy gyereked van, ott kezdődik el. Onnantól mitől a kezdő? Ide, tehát maga a nél, a halál, de... Mitől rohan ez most ennyire? Hanem egyébként, amikor nem volt még, akkor letetted a melót este, vagy és a tiéd volt az életed. Valahogy igen, más volt. Most még azt érzed, hogy hazamész, és nem a tiéd, hanem az övé, ami tök jó, de... De az egy kicsit jó lenne. Lefekteted aludni, és azt mondod, úristen, mit csináljak? Nézegeted, mert picit olyan, mint hogyha állandóan tudod, hogy számolnád visszafelé a napokat, vagy én nem tudom. De egy szörnyű dolog, hogy mi állandóan nézzük a naptárt. Gyerekkorunkban egyáltalán nem foglalkoztam vele.
nem érdekelt. Telt az idő, és ráadásul úgy telt az idő, hogy, hogy akkor nem azzal volt elfoglalva, hogy ki tudjam aludni magamat délután meg este, nem, hanem hogy pörögjön rettenetesen, és mentél egyik helyről a másikra, a haverokkal bandáztál, csináltál, nem nézted, hogy mennyire nem telik, volt olyan, nem? Hogy, volt olyan szerintetek, emlékeztek arra, hogy még azt mondtad volna bármelyik haverodnak, és azért nem menjünk ki, mit tudom én, az erdőbe, azért nem ásszunk be, hogy darugyárban lopjunk tűzoltókészülékeket, és fújjuk szét az erdőbe a port meg a halont, mert hogy fáradt vagyok. Nem soha volt, nem soha, volt ilyen, nem, soha nem volt olyan, azt mondtad a haverokat, hogy fáradt vagyok. Igen, mindig én is itt ott voltam egy-egy kalandra. Persze. Ugye? Igen, a fáradtságot én mondjuk azt értem nyilván, tehát kamaszkorban máshogy vagy fáradt, mint most, amikor már gyereked van, kezd dolgozol. Na, azt értem, hogy most mondjuk lemondasz egy-egy dolgot, mert fáradt akkor... vagy. Akkor nem, nyilván, hát tele vagy energiával, de ez a fajta gyorsasága, hogy telik az idő, ez számomra teljesen felfoghatatlan. Tehát ez egyszerűen olyan, mintha meg valaki összenyomta volna a téridő kontinuumot, és egyszerűen sokkal gyorsabban pörögnek a hónapok meg az évek. Nem? Most született, 6 éves, iskola, így. Most nem akarok belemenni, mert nem annyira értem még a sztorit, de hogy a gravitációs hullámokból kifolyam. Azért nagyon érdekes dolog, elmagyarázzam. Ne, semmiképpen nem, mert ennyi időnk nincsen. Mondjuk, ha még innék ki került, hogy de. Szóval, hogy érted, ott is az derült ki, hogy aki mozgásban van, az lassabban öregszik, mint az, aki egy helyben ül. Tehát legyünk mozgásban. Legyünk az állandóan mozgásban. Az pici szépség, hogy minimum fénysebességgel kell, hogy azért valami mérhető eredményt is kapjunk, de legyünk mozgásban. Legyünk, akkor lassabban telik, lassabban öregszünk. Legyünk folyamatosan mozgásban, igen. Na, legyünk annyira mozgásban, hogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Egy nagyon érdekes híre bukkantunk, ugye? Egy ázsiai mozi bocsánatkérés közepette magyarázkodik, mert a frissen bemutatott hongkongi produkció a filmszínház vezetői szerint nem érte meg a jegyárát, és a mozi tanácsa az volt, hogy senki ne költse a pénzét a silány tartalomban elkészült akció vígjátékra. Nincs még fent, sajnos az Encore-on megnéztem. Igen, mi a címe? A Makkói férfi 3. És ők egyszerűen nem ajánlották ezt a filmet, és azt mondták, hogy kedves, drága hazánk népe, ne nézzétek meg a filmet, szörnyű. És mi megkérdeztük hallgatóinkat, hogy ők ma mit nem ajánlanának. Mit tennének föl a mit nem ajánlok táblájukra, mert hogy nagyon sokan hallgatnak bennünket. Hentesek, cukrászok, zöldségesek, étteremvezetők, akik hát küldtek nekünk SMS-eket, hogy ők ma mit nem ajánlanak, illetve hogy régebben az ő életükben hogy tudták meg, ha valaki egy kedvenc fagyis néni vagy egy kedvenc zöldséges valamit nem ajánl. Mert hogy vannak azért még jó indulatú eladók, akik szólnak, hogy ezt ma ne. Ugye? Pincérek, eladók, cukrászatban dolgozók, akik jelzik, hogy ezt ma nem. Hát érdekes SMS-eket kaptunk, úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt egy perccel, ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy most kit védesz meg, aki betelefonál, vagy a többit, aki vásárol hát, belőle. Ugye? Ez egy nagyon nehéz morális kérdés. Ez morális kérdés, igen, mert engem is gondolkoztam, hogy most meg kellett volna, hogy mégis mondd el, hogy hol dolgozol, és akkor elkérni a telefonszámát. Kimennek, megbüntetik őket. Vagy itt... azt mondja, hallgató, és igazából, mész tovább, érted? Igazából, ha a dolgozónak nem esne baja, de hát nyilván baja esik, mert ki fogja rúgni a főnöke. Akkor megtenném. Én azért nem teszem meg, mert ez a szerencsétlen, aki valószínűleg kirúgja. Ugye itt munkanélkül fog maradni. Igen, ezért mert egyébként nem... ő nem magától csinálja ezt, hogy 3 éve lefagyasztott húst ad el. Neki van egy főnöke, aki ezt mondja, hogy így fogunk mától dolgozni. Persze. Srácok, meg kell a pénz. Érted? És szegényt őt fogják kirúgni. Igen, csak az ember mindig gondolkozik, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Na, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, jó, reméljük nem hozza ránk a frászt. És... Dehogy nem. Hát profi. Most még jó idő van, de hétvégén. Szóval, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán aki játszana velünk, az jelentkezzen. Jelentkezzen játékra. Jó, hogy állunk? Mi a helyzet? 2-0-ra a hallgatók. Aha, ez most nagyon belehúztak. Hát, ha most kikapunk, akkor elmentehetünk. Az egy nagyon szép győzelem a hallgatóktól. Úgyhogy aki érez magában elég energiát, jelentkez a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánok! Hello, bello! Sziasztok, jó reggelt! Hey. Sziasztok, jó reggel. Hello! Jól van, drága hallgatok! Istenem, hallottátok, hogy Ákos megpróbált kibújni a bőréből? Igen! Hozzak jó híreket is? Látod, odafigyel ránk, ez rendes fiú. Odafigyel ránk, hogy nem akar senkit ijeszgetni, meg jó idő lesz, az elmúlt, azért lesz egy pici eső. Tehát azért mondta, hogy jó idő lesz, de azért egy picit esni fog. Egy picit esni fog. Na, nézzük meg, hogy akkor ki a játékos, aki bemerészkedik hozzánk, mert hogy ugye, hát 2-0.
Bizony. Nem állunk jól, nem állunk jól. Jó, 6-7 van mögöttük, azt hiszem, amit megnyertünk. Na, 6-0. Ennyi, belefér, persze, és kikapunk. De még ez sem biztos természetesen, hát ma még ha hozzuk, és holnap, akkor még pénteket döntőt is játszhatunk. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Ja. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok mindenkinek, szép napot! Jó reggelt! Edith! Hello, Edith, jó reggelt! Sziasztok! Mi újság, Edith? Honnan hívtál minket? Pápáról. Pápáról? Csak aztán nehogy pápá Edith legyen. Na jó. Hát, remélem, hogy nem. Bizony. Igen, ennél rosszabb csak az lett volna, hogy és mit szól ehhez a szent atya? Igen. Ő tud róla? Igen. Jaj, Edith, kivel játszanál? Hát ne lehet Balázs. Igen? Igen. Hát akkor minden más egyébet tudjunk meg egymásról majd a játékban. Mit szólsz hozzá? Jó? Jó. Oké, okay, Jani. 3-2-1 fire. Itt vagy? Persze. Halló, halló? Halló, itt vagyok. Ja, jó. Mivel foglalkozol, Edith? Egy 4 csillagos szállodába vagyok, konyhai kisegítő. A betyárja, 4 csillagos? Persze. 1, 2, 3, 4 így? Természetesen. És mit jelent, hogy konyhai? Ha meghívnálok a szállodába, elfogadnád a meghívásomat? A meghívás mit jelent, hogy a konyhára, vagy esetleg egy szobába, hát egy hosszú étvégére? Oda is segíteni egy kicsit a főzésbe. Hát kicsit tudok csak főzni, de szívesen segítenék. Hát hívjál meg. Majd megtanítalak főzni. Naj, de kis pajkos vagy. Mi a kedvenc ételed? A töltött csopeszli. Szereted nagyon? A töltött csopeszlit nagyon. Elkészítem neked, ha... A rántott burzsumát is. Természetesen. Rántott burzsuma. Hallottad, hogy töltött csopeszliről? Rántott burzsumáról? Így van, a grillezett bergomátát is nagy. Imádom a grillezett bergomátát is. Elfogadod a meghívást? Persze, Edith, hogy ne. Abszolút. Tutira? Nem. Edith, megnyerted már a játékot, megvan az ajándékcsomag. Megvan! Köszönöm! Ja, ügyi vagy! Ha, még egyszer! Ügyi vagy! Jaj, nagyon örülök! A gyerekek is nagyon örülnek. Már régóta szerettünk volna. Ott vannak a gyerekeid is, tényleg? Igen. Helyesek, mekkorák? Hát igazából 4 gyerekem van. A betyárja. A nagyfiam pont ma 29 éves. És akkor van egy 22 éves fiam, egy 16, meg van egy gyönyörű szép Anna nevű kislányom, aki 11 éves. Így azt a mindenit neki. Négy gyermek. Na hát Isten értesse akkor sokáig. Köszönöm szépen. Jó? Szerintem halljak. Egy szép kis ajándékcsomagot adunk akkor nektek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és további szép napot. Imádlak benneteket, nagyon szeretlek benneteket, minden reggel hallgatlak benneteket, ha tehetem. De jó, köszönjük szépen. Köszönjük, hallgass, amíg tudsz. Jó, puszi, okay. Edith. Puszi nektek is, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hello. 5 perc 7 óra, jövünk Ákos legfrissebb híre után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak egy jó bonanza után. Hát nem jobb így, nem jobb így a reggel. Nem, más egyébként. Ugye? Nem én voltam. Kis retro? Nem én voltam. Na. Tényleg nem. Na, nem volt. De tuti nem. Nem volt, nem DJ Oti lépett akcióba, ez az NS Band volt. Mindig, amikor meghallva ezt a számot, azok a pillanatok jutnak eszembe a videoklipből, amikor Kovács Ákos fut föl
azt hiszem, Pecsának a színpadára, és így néztem annak idején, és mondom, hogy ki kezeg, basszus, hogy a, nem mondd már, hogy tényleg megtöltik a Petőfi Csarnoknak a nagy tekintet, hogy tényleg, és akkor bemegy oda, nem tudom, 2-3 ezer, ne, ezt biztos, hogy rászervezték, valamit csókosok. Hogy nem hitte el, hogy igen, nem ott hittem vannak? El, nem hittem el. Nem hitted el? Nem hittem el, mert ráadásul Ákoson egy pici zavar is látszódott, tehát, hogy ez még nagyon maga se hiszi el. Aztán később interjúban olvastam, vagy hallottam tőle, hogy tényleg így volt, tehát voltak ilyen ambivalens érzés, hogy hirtelen, hogy talán a közgázra járt akkor, és akkor így hirtelen így belecsöppent ebbe a popstárkodásba, ebbe a popstár életstílusba. Nekik ez hirtelen jött, fura persze. Volt, igen. És közben ugye járt be rendesen órákra, és közben meg már sztárnak számított, úgy van. És mekkora sztárok voltak, nagyon, nagyon régen, atya Isten, nagyon, nagyon nagyok, igen. Na, nézzük a közlekedési híreket, azt mondja, hogy trafi az M3-as út, M5 és Vatta közötti részén, ezt Diga küldte nekünk, aztán M3-as Miskolc felé eddig tökéletes, gyönyörű napfelkelte, száraz, meleg idő, csak hogy ne csak negatív közlekedési hír legyen. Dani elküldte nekünk, köszönjük. A 4-es úton Szolnoknál a Szent István Tisza hídon újra megnyílt a szlalom pálya méretes kátyúk miatt. Gyalázatos, ami ezen a hídon van, ezt Gyuri küldte nekünk. Az M5-ös autópályán az előzést kamion a reggeli előtt 20 ezerre büntették. Valamint a főúton trafi Darnozselin, nem is értem, ez mi? Ha? Hát valahol van egy trafi, srácok. Valahol van egy trafi, csak jól? Elíráson menne, vagy nem tudom. Ha nem írjátok le rendesen, úgy nem tudom. Nem tudom beolvasni, igen. 67-es úton Szent László belterületén a Szigetvár felől érkezőket mérik, ezt Betty küldte nekünk. Gyerekek, Hunadal, kérdezi valaki. Hát ott bent a gépben, de szólhat, ha úgy akarja a közízlés és a közkívánat, hogy ez legyen. Hány SMS-nél ezt megbocsátotta nekünk a közízlés, tessék? Hány SMS-nél indítod el a dalt? Eddig 2 darab jött. 2, de mennyi jön még? Még egy. Nem vagyok túl szigorú. Várj. Nem vagyok túl szigorú, ha jön meg még egy, lesz Hunadal. Ha nem jön, több nem lesz. Jó? Figyelj, úgy kell csinálnunk, hogy tudjuk, hogy mondjuk 1,5 millió ember hallgat minket reggelenként. Meg kell nézni, hogy hány darab SMS jön be, és annak a hány darab SMS-ből hány százalék az a 2. És akkor tudjuk, hogy nagyjából a kettőt egymással összehasonlít, és tudjuk nagyjából, hogy hány százalékos akarat áll a 2 darab SMS mögött. Mert nem mindenki ír rám. Ja, bizonyám, nem mindenki ír, igen. Ezt most én nem annyira értettem, de nem menjünk ebbe bele. Arra ez ugyanolyan, mint amikor 10 000-es mintavétel van, mondjuk egy közvélemény kutatásnál, és akkor abból a 10 000-ből levonják, hogy mit gondol a 10 millió. Így van, következtetnek az egész 10 millióra. Aha. Vagy ahogy a nézettséget nézik, ugye az a 900 háztartás. Na látod, hogy érted? És egyébként van egy jó hírem, a Darnozselint is jól mondtad. Igen, jól mondtam. Jól mondtam. Szóval ugye 900 háztartásból mondják meg elvileg, hogy mit néz a magyar így lakosság, van. Ugye? Mi megnézzük az SMS összámunkból, hogy az a 2, az hány százalék? És én bemegyek és eltekergetem a Nielsennek a közönségmérőjét, és mindenkit ráveszek arra, hogy most nézze azt a műsort, megtalálom a 900 háztartást, akkor ott hirtelen 10 milliós nézettség jelenik meg. Közben én nem beszéltem mind a 10 millió emberrel, csak rávettem ugye az AGB Nielseneseket, akiknél van ez a műszer, hogy most mindenki kapcsoljon arra az adott műsorra. Nem? És akkor ennyi, egy abszolút ilyen 100%-os nézettséget tudsz csinálni valaminek. Nagyon jó. Nyilván ez fikció, de tehát hogy? Ez nincs így, de meg nem lehet ilyet csinálni. Tehát ez mész és azt mondod, hogy nem tudom, hogy ki ez a kocsi, aminek szól a riasztója kint, de én azért megnézném, akkor kitudulnak, és akkor elkezdesz tekergetni. Igen, gyorsan mind a 900 háztartásba betör valaki, és mind a 900 háztartásba áttekeri. Igen. Mert hogy ez elvileg ugye ennyiben van bent, és ebből megmondják, hogy a lakosság az mit nézett? 2-3-4 millió ember. Hát most már 4 milliót nem néznek egy-egy műsor, de régen néztek. Mint tudom, egy Fridit vagy valakit, tehát 4-5 millió ember néztem szomszédokat. Más se annyian volt, ezt tegyük hozzá, hogy más se volt, amit nézhettek volna. Ugye egy csatornával hát nem nehéz. Igaz. És ez nem irányíthatja senki, hogy hova kerüljenek be azok a műszerek. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy menne be a lépcsőházba szaki, hogy berakja a műszereket, oda megy hozzá valaki, és azt mondja, ez is egy pillanat. Várjunk csak magam, a Kolosi. Nem!
Van néhány címem, ahova el kéne vinni ezeket a műszereket. Nem, ezeket nem, ezeket nem, ezeket sen, nem, nem, de hogy is, ezeket senki nem irányítja, teljesen függetlenül csinálják ezt egyébként, és hát szakmai megbízhatóság, hitelesség, tehát ez mind jellemző. Rájuk nincs ilyen, hogy akkor rakjatok be kettőt hozzám, meg hármat Janékhoz, és akkor te mindig majd a izét nézed, a gyertek át ott, vagy a izét. Szulajmán, érted, és akkor megugrik a nézettséget, tehát ilyen nincs igazából. De izgalmas, hogy 900 műszerből megközelítőleg plusz-minusz 30-40 megmondják, hogy a magyar lakosság az a nagy többségében mit nézett. És honnan jött az ötlete, akinél Leslie Nielsennek, hogy összehozza ezt a... Ez egy érdekes dolog, nem tudom. Hát gondolom, amikor már érezte, hogy a színészkedés már annyira nem megy, akkor azt mondta, hogy akkor csináljunk egy közösségmérés Magyarországon, és legyen ez egy műszeres televíziós közösségmérés, és legyen ez a... Legyen és ez. Lőni. És elnevezte saját magára. Azóta is dübereg. Így lett a Nielsen. Egyébként, de ők több országban vannak, tehát, hogy ő nem csak idejött. Ők sok országban mérnek. És Amerikában van a központjuk, tehát. Tehát biztos az övé. Egyértelmű. Száz országban. A legnagyobb színész. És volt ever. Megcsinálta a Nielsent, és megnézte, hogy a saját filmjeit mennyien nézi. És kiderült, hogy a Leslie Nielsen filmek mindig nagyon nézettek voltak. Amerikában imádták. Amerikában imádták, igen. Jó van, na megkapjátok a Hunadal, gyerekek, meg lesz, jó? Már jó. Csak azért is, mert most beesett 100 SMS körülbelül rögtön. A Hunadalra. Szeretik, hát egyszerűen nem, basszus, nem tudunk. Nem és tudunk 150 sem. Ne adjátok le. Ja. Most te is nyomod ezt, amit az időjárás jelentők? Nyomnál? Nem, de te is, így, te is hogy azért vagy? Here vagy? Dehogy vagyok, hát én vagyok a legnagyobb Hunadal rajongó, hát úgy kiabálok benne, ne mint a fába szorult féregen. Csak te kiabálsz benne. Hát nagyon jó lett az Uldaj, nagyon jó lett az Uldal, Peti, üdvözlete Rákóczi Feri, csak így tovább, Peti, üdvözlete Rákóczi, tele van ilyenekkel. Peti már klipet is forgat hozzá. Nem áll. De valamikor írt SMS-t, hogy akarunk-e benne szerepelni. Alapon. Talán egy hete írtad, de azt hiszem nem válaszoltam. Elfelejtettem válaszolni. És ebből vajon kitalált, hogy nem akar. Nem, azt jutott eszembe, hogy ilyen papírmasékkal mozgasson bennünket, simán. Tudod? Tehát, hogy legyünk jó. Úgy benne, hogy most én nekem nincs időm most elmenni klipforgatással, de hogy csinálnak három ilyen kis papírmasét, és akkor ott vagyunk benne, csak ezt elfelejtettem neki elküldeni. Aha. Tehát, hogy legyen klip, csak valahogy tegyen bele minket. Jó, a novemberig csináld meg, Peti, azért, jó? Hogy ne nekrológ legyen belőle. Igen. Mindenképpen, igen. Baleset a Széll Kálmán téren a hűvös vagy felől érkező lámpánál a körút felé kanyarodó sávokat érinti ez, és alakul a dugó, ezt Martimi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ja, és én is köszönöm a kérdést. Természetesen továbbra is zajlik az Európai Évfája 2016 vetélkedés, ahol Magyarország a Bátaszék legöregebb fájával, a Molyhos tölgyel vesz jelenleg részt. Nagyon jönnek fel ránk a csehek, illetve a spanyolok is beleúztak egy fenyőtölgyel. Még egyelőre vezetünk 7-800 szavazattal, de csökkent a távolság. Belátható távolságba kerültek. Ránk fordultak? Igen, ránk fordultak a csehek? De kapcsoltak. Tökre egyébként az egésznek a lélektan nagyon izgalmas. Tehát, hogy látod, nagyon, hogy, hát én mindjárt bepövök a kilokat. Eleinte szerintem 3-4-5 ezer szavazattal előrébb voltak, akkor ők szerintem ott hátradőlik, és szerintem ez megvan. Egyébként ők találták ki a versenyt, tehát hogy most picit saját maguknak úgy tűnik. Meg vagyunk, jó, mindenkit lenyomunk, jöhetnek itt ide Belgiumból ez a tölgy, meg Angliából ez a körtefa, meg ki nem tolja le Észtországnak, nem tudom miért, Franciaország sírok, kék cédus, persze, hogy sír, mert bukóban vannak. És akkor jött Magyarország, jött a Morning Show, és feljött a Molyhos tölgy. Le is hagyta őket pár ezer szavazaton, most megkapcsoltak. Most megjönnek, az ők találták, akkor hekkelik az oldalt. Hát, tehát akkor beírom oda, én vagyok az IT-sernek a cégnek, aki ezt kitaláltak, azt mondom, hogy hol a csekk? Tedd már be. Hol a csekk? Hol a csekk, igen. Hol a csekk? Feladtad már a csekket, hol a csekk? És csak ne kezdjük el, léci. Ne kezdjük el, a görög étterem tulajdonos abrosz tisztakosz, léci. Ne menjünk ebbe újra bele. És akkor én meghekkelem ezt az oldalt, és mindig, ha ránk jönnek a magyarok, akkor oda teszek 3000 szavazatot. Tehát én nem fogunk tudni nyerni. Én elindítok egy szavazást, hát akkor ez az oldal hekkelhető valószínű. És nem? Nekünk nincsenek jó hekkereink? Akik meghekkelhetnek. Nem tudom, hogy ére nekik ennyit ez a dolog. Hogy ezért bajba kerüljenek, neked, hogy ugye rohadt mányos molyhost, hogy menjenek. Figyelj vele, már abszolút olyan szinten azonosítják már ezt a szavazást, hogy például a gondoltad volna a nevű Facebook oldalon, azt kérdezgetik, Jani, mit keresel itt is, Jani? Te vagy az? Jani, te raktad föl? Tényleg?
ott is valaki föltette, hogy szavazni, nyilván semmi közöm nincsen egyébként hozzá, az első hozzászólás ez volt. Jani, te vagy az? Álnéven. Álnéven, te posztolsz itt. Menő egyébként. Na, egy internetes felmérésről kellene, hogy beszéljünk, mert kiderítették, méghozzá egy oldal, hogy a magyarok reggelente legalább annyit veszekednek, mint karácsonykor. És maga a felmérés nagyon érdekes, mert hogy összegyűjtötték ugyanolyan mondat és szavak egymás után fűzésének formájában azokat a kulcsmondatokat, kulcsszavakat, amin reggel a magyar veszekszik, mert hogy az legalább azt mondják, hogy annyira nehéz, mint amikor ugye közeledik a karácsony, és a család már nem tudja elviselni egymást, illetve mindenki a teljesítő képességének a határán áll, jön a karácsony, mindent azt akarod, hogy szép legyen, és az egész család veszekszik. Elhússan. Ha befaragtad, nem faragtad. Befaragtad, eldőd, nem faragtad, holapon mondtad, nálad van, stb. Meg, ezt megcsináltuk karácsonykor, és szenzációs mondatok jöttek egyébként hallgatóinktól. És most, hogy kijött ez a felmérés, arra gondoltunk, hogy kicsit belenézünk hallgatóink reggeleibe, hogy min megy a veszekedés. Ugye általában a család együtt ébred, és valahogy mindig késésben vagy, elindul egy nagy rohanás, a gyerekek vannak, azért rohansz, mert nem akar fölöltözni, nem akar reggelizni, közben apa már indulna vinni a gyereket, de még nincsen becsomagolva, és elindul a veszekedés. Mi szerencsések vagyunk, nem vagyunk otthon reggel. Hát, nem? Mi ebből kimaradunk? Szerencse, de nem, igen, nem vagyunk bent. Hogy nem tudod, mennyire szerencsés, hogy érted? Hát nem tudom, hogy mennyire szerencsés, hogy a, nem... A, mit, hát annak tudod, hogy mi van otthon, nem? Hát ott beszéltek délután, nehezen indult, nem akart elindulni, későn kellett, soha elaludt, rohanni kellett, na. Soha nem akar elindulni, tehát az ember nagyjából tudja, hogy mi van otthon, nem? De így igen, ebben a formában. Én akkor is tudok ilyeneket csinálni, amikor nem együtt kelünk. Tehát például az, hogy minden nap tudod, hogy ha letennéd a kulcsodat egy bizonyos helyre, akkor nem kéne keresgélni másnap, és mondjuk én ezt egyedül tudom produkálni, hogy valahova leteszem a lakásban, és reggel azzal megy el 5 perc, hogy hova francba tetted a kulcsot. És megkérdezem a békát, aki szegény alszik. Nem láttad a kulcsomat, béka? Nem. Az ajtóban nézted már. És tényleg. Tudod, és ezért ébreszted egyébként föl, és basszus tényleg az ajtóban. De te rakod el, vagy valaki elrakja neked? Én valahova hazamegyek, és valahova lerakom, és utána nincs meg a dolog, és akkor keresed. Na most, ha többen vagytok a reggeli ébredésben, tehát az optimális eset, amikor mindenki együtt, akkor nyilván meg 100 ilyet tudsz csinálni. És egyébként az esetek túlnyomó többsége, nálad van a kulcs. Persze, valami hát, másik hol van a kulcs, hova raktad a telefonomat? Ott hagytad a telefonomat, ugye? Ugye, ahogy ott hagytad? Azt mondtad, hogy be fogod rakni a táskába, akkor minek kérdezted? Meg nálunk most ez volt legutóbb. Mondom, minek kérdezted meg, hogy hozom el a telefont? Akkor azért kérdezed meg, nem? Mert berakod a táskába, akkor ne kérdezd meg! Most otthon van a telefon, jó, akkor ne. Akkor nem fogom tudni, hogy ki írt, ki hívott. Persze nem érdekes, és 4 órán keresztül ott lesz a telefon. Jó? Nem van. Akkor ne kérdezd meg máshol. Elrakta a telefonodat úgy, hogy nem tudtad? Nem, azt mondta, hogy megkérdezte, hogy berakja a telefont. És mondom, persze, rak be. Ja, és nem rakta be. És nem rakta be. Aha, és mondom, hol a telefon? Azt mondja, nem tudom, nem raktad el. Hát mondod, te kérdezted, hogy elrakd-e a telefont, akkor miért nem rakod? Minek kérdezed meg? Mert látta, hogy hozzányúltam. Én nem nyúltam hozzá. Nem nyúltam hozzá, nem fogtam meg, mert te azt mondtad, hogy elrakod. Ültünk, és gyűlök így a jönnöm, és így megfogtam a zsebemet. Hubbad meg. És ott van? Én van nálam a telefon. Jó, most ez egy teszt volt, és... Az milyen, és, hát kell, és olyan kellemetlen volt, igen, tőle, mert hogy gyakorlatilag igen, csináltam egy kis 5 perces ilyen kis, hogy jöjjek, számonkérés, kis izé, egy kis terelget, és hogy egy gyerek végighallgatt az egészet, aztán mondom, 5 percen kiderült, hogy hülyét csináltam magamból a gyerek előtt, hülyét csináltam magamból a feleségem előtt. Aki ezen nagyon jól szórakozik. Na, a mondatokat összeszedte ez az internetes oldal, és nagyon jókat írtak, és egyébként tényleg abszolút tipikus, tehát ha elgondolkozol azon, hogy te hallod ezt reggelen, te rájössz, hogy valamelyik úgy is felbukkan. Ugye a lényege az, hogy próbáljátok ti is egy mondatba több olyat összetenni, ami jellemző rátok reggelente. Ezt megcsináltuk karácsonykor, és mi nagyon-nagyon szeretjük. Az internetes portál azt írja, hogy ezek hangzanak el, és ebből van általában a veszekedés. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Ugye? Klasszikus. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Miért nincs itt? Kelj már fel. Még 5 perc. Nincs 5 perc. Elkésünk. Nálunk ez például a nagy vívás, hogy én még 5 percig ágyban lennék, de közben már kelni kell. Hol a töltőm? Szenzációs mondat. A hol a töltőm? Te tetted el, erre nincs időnk, nem érdekel a kifogás. Ugye? Milyen szép mondatok ezek is. Elkésünk, hol a gatyám, miért nem mostad ki? Mm. Gyönyörű, férfi és a nő vitatkozik, férfi nem találja a farmert, valószínűleg szennyes tartó van. Elkésünk, ne középen nyomd a fogtrémet, 100-szor mondtam, gyorsan, miért nincs kakaó, az van, ha nem tetszik, nem eszel.
Anyadei kakaós csigát akarok. Szendvics van, nem tetszik, nem eszel. Nem tetszik, nem eszel. Elkésünk, miért nem öltözöl már? Hozd ide, nem ezt, azt. Hol a telefonom? Te tetted el, ugye, Janiéknál. Nem én, de mondtam, hogy te. Korábban induljunk, elkésünk, megöl a főnököm. Miért nem keltél fel időben? Minden az én hibám? Igen, nem. Hülye vagy, te vagy hülye. Nagyon klasszikus. Geniális. Geniális mondod. Elkésünk, kapcsolt ki a tévét, de még nézni akarom a csűrcsavarosdit. Júj, de szép mondat. Amikor a gyereket próbálod elrángatni a tévéről. Kapcsolt ki a szaró a tévét, elkésünk. Miért nem vettél az oknit, hol a töltöm? Ugye? Visszatérő motivum. Nem etted meg, máskor nem kap semmit. Hol a sluszkulcs? Ugye? Nagyon jó. Apa. Apa kicsit a gyerekkel, majd kiszól az anyának. Elkésünk, indíts már, nem szogas. Elkésünk, nem érted. Tankoltál? Azt mondtad, nem kell. Elkésünk, indulj már. Szenzációs egyébként. És minden benne van. Tehát a kocsikulcs, a tankolás, a fokrém, a reggeli, a tévénézés és a ruhakeresés. Nagyjából erről szól az ember reggele. Elszálltad a gáz, leoltottad a villanyt. Azt hittem, te nézed meg. De miért? Másik mindig te szoktad megnézni. Téged zavar a legjobb. Nem. Téged zavar, különben nem kérdezted volna. Jó, akkor visszamegyek. Nem, majd visszamegyek én. Nem, most már nem megy vissza. Nálatok még megy ez a gázpara, hogy kikapcsolod. Egyrészt ez, másrészt pedig a lámpa. Tehát, hogy nincs leoltva a lámpa, akkor az egy ilyen sarkalatos pont. Megnézted? Nem néztem. Te szoktad megnézni, nem? Nem. A múltkor is te nézted meg. De hát téged zavar. Mindegy, ha elmentetek 10 kilométerre. Ha engem zavar, akkor nem te kérdezted volna meg. Ott már nem, ez még az elindulásnál jön előtt. Tehát amikor ülsz a kocsiban, közben igen, most az a parám, hogyha égve marad a lámpa, leég a ház. Tényleg? Nem tudom. Vasalló? A vasalló nem. Vasalló az a Vikinek, meg a hajvasalója. Én vasaltam, vagy te vasaltál? Hát de téged zavar, nem? De te vasaltál, húzza ki az, aki vasalt. Szerintem kiúztam. Ha azt mondod, hogy szerinted, akkor nem vagy benne biztos. Ez hányszorban? Igen, kiúztad a hajvasalót? Kérdezi a Viki. Mondom, én nem használtam. Ő nem húzta ki. De mondom, biztos kiúztad, sosem. Menjünk vissza, nem megyünk. Leég a ház. Mondom, nem tud leégni, maximum fölmelegíti a fürdőszobapultot. De leég, menj vissza, nem megyünk. Ugye? Nekem most az, hogyha égve marad a lámpa, eddig nem érdekel. Tehát én hajlandó voltam, ugye, jó, égék, most... Négy órára elmenjünk, azt hiszik, hogy ettől nem lesz, nem tudom ilyen. Nem omlik össze a föld, és most ha ég egy lámpa, akkor visszamegyek lekapcsolni. Azért, hogy nehogy felgyulladjon. De petróleummal világítottak? Jó a kérdés, mivel világítottak? Ha az, akkor nem tudom, valahogy most erre ráálltam, és bármilyen kicsi lámpa marad égve, én inkább visszamegyek lekapcsolni. És egy ilyen para, bármikor beúszhat az ember életével, nem fogjátok elinni, egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt volt egy ilyen hír, hogy a Hajdújéknál, nem is biztos, hogy igaz egyébként, hogy a Hajdújéknál bedugva hajtak egy... Ez a Vikinek egy telefontöltőt, nem hiszem el, azóta folyamatosan nézzük, figyeljük, nem merül. Addig állandóan bedugva hagytuk, le se toljuk, egyszerűen csak annyit csináltunk, hogy lehúztuk a végéről a telefont, és ugyanúgy bedugva volt. Semmi gond nem volt vele, senki nem foglalkozott. Ugye Hajdú Péteréknél csak mondjuk általában, hogy volt egy hír, hogy ők bedugtak egy töltőt, és az elvileg úgy maradt, és a konyhájuk az félig leégett. Voltak róla a fotók, egyébként tényleg elég rosszul nézett ki a konyha szegényeknél, és azt mondták, hogy egy bedugott töltő okozta. Kínai volt, vagy zárlatos lett. Azóta minden este, minden rohadt este. Ugye nálunk minden korrektorban a gyerek miatt ilyen gyerekzár van, tudod, ez a vakdugó, hogy amit így beraksz, elfordítasz, és csak úgy tudod betolni. Minden reggel 10 percig négy kézláb félmeztelenül vagy mesztelenül pipiskedve próbálok átnyúlni az éjjeli szekrényen, hogy a rohadmányos töltőmet visszadugjam, mert ugye minden reggel kihúzza. És úgy megyünk el. Fél órás szórakozás, mert ugye ott van a konnektor az ágy mellett, úgyhogy nem tudom elfordítani rendesen azt a szart, már bocsánat. Igen. Folyik rólam a víz, szídok mindenkit, hogy miért kell kihúzni azt a rohadt töltőt, hogy mit csinál, szagolgatja a töltőt. Megnézem. Hogy nem, igen. Hát, hogy, mert ha melegszik, akkor... Ja. Mondom, Jézus, Atya Úristen. És ezzel megy el az este, jó? De ez nem a reggelhez kapcsolódik. De hát ez minden napszakhoz kapcsolódik, mert tényleg, hogyha bedugva hagyod, akkor onnantól kezdve mondom, ott van, és én gyűlölöm az egészet, de ettől függetlenül. És végigmegyek, és tudod így, még hogyha kihúzom, és így nézem. De tudod, van húzva? Ez vagy most ki van húzva? Hát akkor fogják kezdet a Vikivel. A Viki, tudod, mit csinál? Éjszaka fekszem az ágyból, később jön be, átmászik rajtam, és rajtam keresztül próbálja kihúzni az én oldalam a töltőt. Mondom, köszönöm, szeretlek. Éjszaka, mint egy ilyen kis töltőgyűjtő, begyűjti a házadba a töltőt. Mert a lelki szemeivel lát téged, hogy lángolva rohangászod vissza a lakásba, tudod, és zsümöltesz. Miért nem húztad ki, és kézzel, hogy ég az egész tested. Mindegyik töltőkihúzás, este, amikor megyek be a hálószába, mindig összetekerve, akkurátusan, szépen felrakod az
déli szekén. Oh, mondom, ez azért van, mert kinyitni, szétbogozni, 10 percig szenvedni, mire bedugod. Ez egy ilyen árukapcsolás. Hajdújéknál kigyulladt a telefontöltő, és a múltkor meghallottam egy hírt, hogy halálra égett valaki a saját ágyában, és a kettőt összerakja. A kettőt összerakja, és onnantól kezdve kész az újabb para. Igen. Na, drága hallgatók, tessék elmondani, hogy nálatok hogy indul a reggel, jó? Akár ilyen mondatokba belefűzni, mint amit mi mondtunk, elkésű, megül a főnököm, miért nem keltél fel, minden az én hibám. Kelj fel, elkésünk, hol a töltőm, hol a gatyám. Hát írjátok meg, hogy nálatok mi. Ugye ahol gyerek van, az egy teljesen más univerzum, nem gyerekesek, ezt nem is tudják, hogy az tök más. Tehát az brutál káosz. Nem is mondunk semmit. Az brutál káosz. Mert elmegy a kedved. Biztos, akinek nem volt, az elkezdjük sorolni, sose lesz gyereke. Na írjátok meg tényleg, hogy nálatok, onnantól kezdve, hogy felkeltek, ha párotok van, és együtt akartok, vagy külön akartok elindulni valóban, mi az a két-három mondat, akár így egymásba fűző, hogy mi is olvastuk, ami nálatok biztos, hogy elhangzik. És biztos, hogy veszekedés van reggel. Reggel vannak a nagyobb veszekedések egyébként, mint este szerintem. Tehát az este meg, este már nem rohadt. Este meg azt gondolod, hogy ráérsz. Tehát este pontosan azt történik, este 9-kor. Jó, hogy azt mondod, hogy majd reggel összepakolom a cuccot. És már ott tudod, hogy elbuktad. Hmm. Hogy majd reggel pakolok, mert nem pakolsz reggel, mert üvöltesz. Igen. Reggel, milyen sportod van ma, nem tudom, mi a szakkör, kedv van, akkor tesi cucc, betettük, igen, jó, de nem foci, jó, hanem azért a este is van egy-kettő, amit a szédül az ember adja. Igen. Azt megcsináljuk valamit, az esti mondatokat is. Mit vasalja kapcika. Ne aludj a WC-n, nekünk is kell, Péter. Na, például gyönyörű mondat, apa beköltözik a WC-re, már nem népsporttal, de ugye régen népsporttal a hón alatt, és kész. Aztán vége volt. Tudtad, hogy... Zajnoztál már? Miért nem? Tudtad, hogy fél óráig nem tudsz menni. Na, várjuk az SMS-eket, jó? Mi pedig jövünk Ákos hírei után. FM-en. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, itt van. Ez jó, ez a reggeli. Na, szóval azt akartam mondani, hogy mi kiszolgáljuk az igényeket. Ki? Abszolút kiszolgáljuk az igényeket. Drága hallgatók, ha ezt szeretnétek, megkapjátok, jó? Tehát, hogy egy jó kis unadal. Egyébként ez nekem is mindig jobb kedvem lesz. Nem, ez jó. Rossz kedvem lenne, de hogy ettől valahogy egy kicsit én is jobban. Jobban beindulok. 10 pontos. Hangulat szempontjából is 10 pontos ez a dal. Mindenki imádja. Meg hát reggel még áll a fakunyhó, nem? Meg kell csinálni egyszer a cenzúrázatlan változatát. Egyértelmű. Mm. Majd egyszer. Amikor az utolsó adásban. Na, amikor ideje van, erre gondoltam én. Csináljuk, meg legyen itt Tarcsiba. Igen. Na, nagyon jó. Bírom a szélsőséges véleményeket. Valaki ennyit ír. Ez a muzsika meg a szöveg hatalmas. Valaki csak ennyit ír. Atya ég. De jó, hát. Nagyon szeretem az ilyen szélsőséges reakciókat. De valószínűleg, aki most szembesült először ezzel a dallal, nem törzshallgató, vagy nem hallgat bennünket mindenekre, vagy a munkája nem engedi, és ő csak ennyit ír. Nem bánt, meg csak atya ég. Ezt így is értheted, úgy is érted. Én az ilyen SMS-eket szeretem a legjobban. Amikor nincs hosszan kifejtve valamiről egyfajta vélemény, csak van egy ilyen hangulatisága a két szónak, nem? Atya ég. És ezt így is, úgy is értette. Ezért jó. Inkább így, mint úgy, de hogy ez ezért jó. Na, egy nagyon helyes cikkel foglalkoztunk még a hírek előtt. Karácsony után újra összeszedték azokat a kulcsmondatokat, amik reggel elhangzanak ugye a családoknál, és ez az internetes oldal szerint, ezen oldal szerint a magyarok reggelente legalább annyit veszekednek, mint karácsonykor, mi pedig arra kértük hallgatóinkat, arra kértünk titeket, hogy írjátok meg nekünk egy-egy bővített mondat formájában, hogy ti min veszekedtek kora reggel. És hát nagyon helyes SMS-eket kapunk, szerintem aki ezeket hallja, az pontosan bele tudja magát képzelni az adott SMS író életébe, hogy náluk milyen lehet a reggel. Ami szerintem nagyjából mindenkinél egyforma, nem? Káosz, ha gyerek van, indulás, kapkodás és késés. Azt mondja, hogy nálunk így kezdődik a reggel. Jó reggelt, 5:30, 6:45-kor ébren vagy? 6 óra előtt mindjárt 6 óra. 6 után öltözöl már? Ja, 6:45-kor indul a busz. Szerencsé, hogy a kapunkban áll meg a busz. Na meg 6:30-kor jön a következő. Összeszedtem néhányat, mit szokott kapni a gyerek, és most elszégyeltem magam.
tedd le azt a rohadt tabletet, mosfogat, fűzd ki a cipődet, ne így vedd fel. Megmondtuk, hogy este pakolj be, miért nem lehet kidobni a tegnapi uzsonna maradékát, ha már nem kell. Nem, nem vihetsz három Star Wars-os legót a suliban. Ha nincs meg a diákod, a zseppénzeden veszel buszjegyet. Legközelebb most meg mit bőgsz? Legközelebb időben feküdj le, akkor nem leszel nyugos. Most meg mit bőgsz? Mit bőgsz? Nem nagyon megmondtam. Jó. Imádom. Nagyon jó. Klasszik reggel. Nagyon jó. Igen. Igen. Csajom meg én reggel. Kávé, én meg ittam. Hol a gatyám? Hülye vagy? Gyere már, szeretlek, kocsikulcs. Hát te tényleg hülye vagy. Zseni, nagyon jó. Ilyen mondatokra gondoltunk. Elindultunk rohadt élet, azt mondta, te állítasz ébresztőt, nem te, mindegy, kelljetek azonnal, műzlit akarok, nincs tej, miért nincs, szendvics van, nem szeretem, akkor ne egyél, öltöz, kell a szendvics? Jó, hát végül. Tök jó, nagyon bírom. Nagyon bírom. Hol a gatyám, a szárítón, de nincs ott, akkor menjél így, de nem megyek így, kikapcsoltad a rádiót? Nem, te mondtad, hogy kikapcsolod, á, menj vissza te, hát akkor a kutya hallgatja Balázsékat, na mindegy. Szép, a kutya hallgat bennünket, mi? Azt mondja, hogy de ez a klasszik kelljetek már, jó még 5 perc, ezt én gyerekkoromban hányszor eljátszottam. Visszaimádkozom. Szegény jó anyám, a két gyereket, ez kelj fel, még 5 perc. Tamás felkelt, már nem kellett, akkor még én se kellek, tudod. Miért én kelljek elő a fürdőszobába. De klasszik, tudod, ő az idősebb, neki kell rohanni. Jó reggelt, kelljetek 5 perc múlva 3-4-7, kelljetek már 10 perc múlva 7 óra, ha nem kellsz, kidoblak ágyastól. Most elfogad? Igen, gyere, lehelylám. Egy gyenge fújás, természetesen nem mosokat fogad. Menj, mosogat, de rossz ízű a fokrém, fáj tőle a zsami. Klasszik, nagyon jó. Ennek még az este verzióját is meg kell majd egyszer csinálni. Kelj már fel, hagyjál már, kutya volt lent, hol a töltő? Nagyon szép. Minden benne van. Tessék, ez nem jó, ez az utángyártott, elcseszi a telefon. Zokni a helyén. Hol a kulcsom? Azonnal tedd le, az az enyém. Indulj már, oké, csak elszívom a cigim. Ki fognak rúgni? Búj már ide egy kicsit. Ez most komoly. Nagyon szeretem. Búj, ez a, ugye? És a csajoknál egy pillanatban rájön még azért ez a bújunk össze. Uh-huh. 6 helyen kéne már lennem. Megvan? Persze. Már agyban azt pörgeted, hogy kit hívsz vissza a kocsiból, mert még 4 nem fordott hívásod, mondjuk egy elindulásnál, és az ő agyukban valami át van állítódva, az búj még ide egy kicsit. Igen. Kicsit beremeg az izom, az izom alsó része, a szádnak az alsó részén. Semmi puszi? Semmi puszi. Meg se lesz. Aha. De tudod miért, mert látja rajta most a feszültséget. Most van valami baj. Látja a feszültséget, és ő meg akar nyugtatni, egy kicsit ott anyáskodik. És ott vagy, elindultál már, igen, már mész, már hív a kapu, már hív az autó, vagy hív a busz, és akkor semmi puszi? Most akkor megbántottál akkor lenni? Igen, akarsz volna beszélni? Jó, itt a puszi. Ja, akkor így nem kell. Jó, de így nem kell. Puszi. Jönnek még esemesek. Ó, kelj fel, gyere, megyünk, indulok, itt hagylak, kelj már fel, miattad késünk el mindig, gyorsan öltöz. Egy perce keltem, húzd el a kaput, ülj már be, kukát kihúztad, nem, miért nem, ma jönnek, mindig szerdán jönnek, jogsi orva, honnan tudja? Miért nem szóltál, hogy hozzám? Te vezetsz, nekem nincs is jogsi, ne okoskodj. Te mindig mindent jobban tudsz, ne szólj hozzám. Szeretlek, ne haragudj. Ti pasik reggel menstruáltok, kérdezi valaki, szerintem ugyanúgy. Csak nincsenek fizikai tünetei, de mind a pasik, mind, legalább én is, meg szerintem sokan azért tudsz ballába kelni, nem? Amikor pokolba kívánsz mindenkit. De nem csak a pasiké, a nők, a nők a sminkel, a hajjal, a jaj, mit vegyek föl, visszatettem, nem ez a ruha kell, de a másik, hát szerintem nem jobbak, mint mi. Nem, nem azt mondom, csak ugye a kérdés az volt, hogy mi is tudunk-e nyugosak lenni. És azt mondom, hogy szerintem ugyanúgy tud egy palis nyugos lenni. Van kávé, nincsen, megittad, kevés volt, nem igaz, 2 volt, az kevés. Főzzél le, főzzél te, elkések, nem érdekel, megittad, főzzél le, elkések, nem érted? Ez a jó. Imádom, nagyon ne azt fedd fel, fázni fogsz. De gyönyörű mondat. Gondoskodó, ez jó. Ha egyszer a gyerekek leírhatnák azt a 10 mondatot, amit a legjobban utálnak, ez tuti benne lenne. Ne azt fedd fel, fázni fog. Mintha a gyerek egyébként nem tudná, nem érezné, hogy ő most fázik, vagy melege van, ugye? És hát majd te szülőként veszi. Jobban tudod, hogy a gyerek mit érez. Mennyi mindent kapnak a gyerekek. Nem? Te komolyan mondod. Ne azt fedd fel, fázni fogsz. Benn maradt. Azt mondja, ne cipőzz be, kukazsák, szelektív, leszarom, sietünk. Kikapcsoltad a tévét? Nem. Kikapcsolod? Még a szendvicset csinálom. Akkor kikapcsolom. Ne menj be cipővel, de már nem veszem le, majd este porszívózom. Ja, majd pont te, megnézem. Tudod mit? Kapcsolt teki, én megyek. Ne menj be cipővel. Gyönyörű mondat, nem? Akkor hogy menjek vissza? Igen. Vedd le. De vissza kell menni, akkor menjünk vissza. Nem menj fel cipővel, de akkor nem tudok visszamenni. Akkor vedd le a cipőt, nem veszem le, vedd le te. Rajtam még nincsen, de már van. Igen. Igen, nincs iszom a kávét, hallgatlak titeket, közben kimentem a folyosóra, és mit hallok? A szomszéd kiabál a gyerekkel, 100-szor mondtam, hogy igyekezz, mert elkésd. Ja, ez így szokott lenni. Ez így szokott lenni. Tegnap megkérdeztem, hogy van-e tornaóra, de úgy emlékeztem, hogy nincs, de van, de nincs, gyönyörű. De van, megnéztem, van.
Igen. Ennek itt van a mondatam. Hozd a Kori, de ma foci van. Akkor így focizik. Gyerünk már. Kori már. Ennyi. Nem érdekel. Teljesen abszurd, de akkor apa megoldotta ezzel. Akkor apa fog focizni. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szeretem ezek a mondatokat. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, és van még egy hova mész, szombat van, bakker. De már fölöltöztél, és elindulsz. Volt nektek ilyen? Volt. Őrült kapkodás, elindulsz, elkezded, és valahol a negyedinél becsilingel, hogy már nem kell menni? Rohansz, kapkodsz, és úgy elkezded a fogmosás közben összetenni, hogy valami nem stimmel. És már fölöltöztél, és azt hiszed, hogy elkéstél. Ennél kiábrándítottabb csak az, amikor egy órával korábban elindulsz, és egy órával korábban elindulsz. Nekem volt olyan, hogy bementem ötre. Bementem ötre a tejgyárba. És nem értette, és nem értettem, nem. És a portás is nézte, senki, és nem értették, hogy mi van. És ott bementem, és akkor, halló, mit keres benn, vadon úr? Mondom, hogy mit keres benn, dolgozni jöttem be, bőtre. Ilyenkor, vasárnap. És egy órát aludtam bent az öltözőben, az egyik padon. Viszont amikor leesik, hogy viszont szombat van, az mennyire jó, nem? Amikor az van jó. Egy ilyen... Oh. Tudod, egy ilyen pillanatnyi kiengedés, igen. Amikor így realizálod, hogy úristen, nincs baj, tudod, nem késtél el. Na jó, drága hallgatók, aranyosak voltatok, köszönjük az SMS-eket. Jók jöttek, pontosan ilyenekre gondoltunk. Most viszont játszunk a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Műlész hevére faszít. Hozzájállat, élet a szívbenom. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mime? Aki válaszol? Sziasztok, Návcsi vagyok. Návcsi? Návcsi. 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 Nincs erőm, ezt most valakit egy összintén. Icsván? Icsván. István. Hát a Návcsi vagy? Ja, akkor. Igen. Igen. Valaki ezt szíves szeretni, hogy egyedül két szülődöm reggel. István, hello, jó reggelt, honnan hívtál minket? Jó reggelt, sziasztok, Dávodról. Dávodról, mit csinálsz? Hát egy szarvasmarha telepen vagyok, egy önetető, vagy önjáró etetőgépen. Egy önjáró etetőgépen, ez mit jelent, hogy hány szarvasmarhát etetsz? Hát körülbelül 800 fejős. Azt a mindenit? 800 marag, 1600 szem néz rád éhesen minden reggel, amikor mész etetni? Így van, így van. És 3200 csecs? Ugye, négy kivezetés van? Igen. És 626.426 méter. És megismernek reggelenként? Tehát, hogy amikor megjelenik István, akkor ők tudják, hogy enni fognak kapni? Persze. Hova mész? De jó fej. Na figyelj, mit szeretnél? Már hogy úgy értem, hogy játszani. Híres ember, szólásmondás vagy tárgy? Tárgyat szeretném. Tárgy, oké, figyelj. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Őspélózom. Őcspél. Nem értettem. Őcspélógzom. Őcspélógzom. Mag. Gyorsan lejár az idő. Az, mondd ki. Mondd már ki. Nem tudom. De az volt. Őcspélogzom. Jól mondtad. Lejár az idő. Ó, ez jó, ez most. Hát ez úgy sajnos. Hát már kezdtem mondani, mozgó. Odáig meg voltál mozgó. Mozgó lépcső. Így van, basszus. Hát ez lett volna. Ez nem volt annyira nehéz, így van. Hát nem volt nehéz. Őcspélogzom. Telefonon nagyon rosszul lehet hallani. Ezért fogjuk ezt a játékot lecserélni nem sokára. Jó, mondjuk ez egy standard visszatérő. Elég jó ötletnek tűnt. Gyerekek, ismerjük be, jó ötletnek tűnt ez a játék. Hagyjuk a fejébe. Mi halljuk jól, hát nyilván, aki telefonon hallgat bennünk, mert igen, kevésbé. Igen, azért szoktam én utána elmondani ugye még egyszer, hogy mit mond Dóra, hogy adáson keresztül is egy kicsit jobb legyen. De ez még a könnyebbek közül volt. Be tudtunk volna rakni olyat, ahol egyáltalán nem értett. Hát, nem, örülök azért, hogy beszélettem veletek, nagyon régóta próbálkoztam már, de nem értettem. De aranyos vagy. Ez jól esik. Nem köszönöm aztad. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Mozgópölcs írja valaki. Az is jó. Na. Jól van. Mivel megyünk tovább? Elgondolkoztam egy pillanatra. Na. Min? Nem tudom. Az élet nagy kérdésé közül azon, amivel egy, tovább megyünk. Aminek nem feltétlenül akarjuk tudni a definícióját. Mi a sztori?
A sztori? Milyen sztori? Az a sztori, amire gondolkodtál. Nem. Na jó, mindig hagyjuk. Hagyjuk, nem érdekes. Nem akarsz róla beszélni, nem fontos. Nem mondtam, hogy nem gondolkoztam semmi, nem tudom elmondani. Nem gondolkoztam semmi, csak megálltam egy pillanatra. Közben itt pakoltam valamit. 5 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési életek. Elmondhatod, ha akarod. Ne. Ha úgy érzed, hogy könnyítesz magadon. A gravitációs hullámokra. Ja, akkor ne. 5 perc, pontosan 8 óra, a legfrissebb hírek után már is itt vagyunk. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, vannak friss közlekedési híreink. Drága hallgatóink küldtek nekünk, mondom is, Vaspálya utcában a szokott helyen Trafi Bobó 02 küldte nekünk, karambol az M3-as Pest felé vezető oldalán a 31-es kilométernél, körülbelül 2 kilométeres a torlódás. Minden reggel történik valami az M3-ason, észrevettétek? El van átkozva. De tényleg vannak ilyen autópályák, amik most valami Magyarország összes autópálya el van átkozva. Nem, az ki, ezt ugye múltkor megfejtettük, egyrészt a városba beérés az egy katasztrófa. Elképesztő. Tehát nem tudsz, ott ugye annyira összeszűkül, hogy nem tudsz elspriccelni sem erre. A másik meg ott a felújítás a bevezető szakaszon. Szerintem még mindig építik ezt az elválasztó korlátot. Ja, nem tudom, mit csinálnak. Most ez a 32-es kilométernél van, de hogy minden reggel valami most az M3-ason történik. Volt időszak, amikor az M6-oson, vagy az M7-es, M5-ös volt, igen. Minden nap történik. Most valahogy az M3-as. M3-as Budapest felé 32-es kilométernél már áll a sor, igen, ezt is elküldtétek, ez ugyanaz, mint az előző. Köszönjük szépen. Ez egészen pontosan a 32-es és a 28-as kilométernél van, és emiatt ott torlódás van, Gyula is elküldte. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy hol van még trafik. Győr felé fotóznak az M1-esen, a 84-es kilométernél. Egy picit elbújva, nehezen látszanak, vigyázzon mindenki. Illetve elment a fék a kamionon, a 86-oson száguldok, nem ajánlom, hogy találkozzunk. Köszönjük, valaki barátságos. Milyen barátságos, igen. Terész körút baleset a nyugati tér felé, óriási a dugó, kerüljön mindenki, ahogy tud. Gödöllőn a Köztársaság úton a Valkó felül érkezőknek mérik a sebességét, ezt Bence küldte nekünk. Valamint azt nézem, hogy atya isten, mennyien elküldték az M3-as. M1-es 87-es kilométernél Komáromnál is mérnek, ezt pedig Csaba küldte nekünk. Na, szóval, hogy aki az M3-as olyan, azt próbálja elkerülni a torlódás. Milyen volt a gaga? Tetszett? Nem én voltam. Nagyon. Tényleg nem én voltam. Nagyon. Meg is könnyezem általában a gagákat. Miért nincs új gaga? Mi van gagával? Nem ér rá. Ő is. Nem ér rá. Himnuszt énekel, aztán most ugye David Bowie gyászolt, akkor arra készült. Nem tudom. Én nekem nagyon örültem neki egyébként, mert ez a jubileum volt, azt mondjuk 206-szor hallottam. És a 206-at mindig megünneplett, bármiből van. Igen. Na, nekünk újra vendégünk van itt a stúdióban, és általában megszokhatják a mi hallgatóink, hogy csütörtökön foglalkozunk olyan dolgokkal, hogy mit együnk és mit igyunk, de most egy picit másfajta szemszögből szeretnénk ezt a dolgot megközelíteni. Szerda szempontjából, igen. Ugyanis, aki megérkezett hozzánk, az egy picit más dologgal foglalkozik, mint ami drága Gáborunk, Bio Gabi, aki... Ha te is ugye... többször lesz, már neked is lesz ilyen neve. Igen, aki ugye élelmiszeripari mérnök, és mindig elmondja, hogy mit ne együnk, és hogy együnk, és mit mivel legyünk. Most viszont itt van velünk Bart Ákos, táplálkozáskutató, élelmiszerbiológus. Hello Ákos, jó reggelt kívánunk neked, ciao. Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm. Hello. A csütörtöki rovatunkat hallgatod? Igen. Igen? Bio Gabi? És fogod a fejed, te is, mint én. Előfordul. Figyelj, ez azért jó ez a téma, és azért nagyon szeretjük, mert egyrészt mindenki rá van kattanva. Tehát enni azért tényleg mindenki eszik. Kettő, mindenki fogyókúrázik. Három, pont valamelyik nap beszéltünk arról Janival, hogy mi, illetve ma reggel is, hogy nagyon szeretjük azokat a témákat, ahol két szakértő úgy vitatkozik, hogy amikor az egyik beszél, azt gondolod, neki van igaza, aztán jön a másik, és elmondja, és ahogy mondja, azt gondolod, hogy neki van igaza. Nincs szerintem általános igazság, közben pedig ugye baromi nehéz átgondolni, meg azt elhinni, hogy ki, vagy nem is tudom tudni, hogy kinek higgyünk ebben a témában. Vagy szerinted van általános igazság, és vannak elvek, amiket lehet követni? Általános igazságokban nem hiszek én se, de fogalmazunk úgy, hogy alapelvekben, vagy ökölszabályokban, igen. Igen, és itt már valóban a Gáborral megközelítéseink adott esetben különbözhetnek is egymás. De jó lesz majd, legközelebb jön majd a Gábor. Múltkor volt egy vendégetek. Hallgattam. Igen. Az, hogy valaki élelmiszerbiológus, az mit jelent?
De ez azt jelenti, hogy adott esetben én legalábbis jóval-jóval mélyebben foglalkozom a táplálkozást érintő bizonyos kérdésekkel. Ugye ezt beszéltük is, hogy nem én leszek az, aki ezt a együnk változatosan és együnk mértékkel vonalat fogja továbbiakban képviselni. És azt mond meg nekem, hogy egyébként hogy nincs örökérvényű igazság? Tehát, hogy van az, hogy egy diétáról valaki elmondja, hogy jó, jön egy másik szaktekintély, azt mondja, hogy nem jó. Van, aki azt mondja, hogy mennyire jó a paleo, mert ezekről is fogunk beszélni, és van, aki azt mondja, hogy nem jó, mert a túlzott húsfogyasztás nem egészséges. Tehát azért ezek valamennyire exakt dolgok kell lennének, hogy legyenek, hogy megnézzük, hogy mennyi az ember húsav szintje, sok húst teszel, nem jó. Van, aki végig is ebben hisz, ezt hirdeti, és most nem arra gondolok, ahol mondjuk ebben üzlet van. Van, aki pedig ezzel szemben is azt mondja, hogy ezzel te megölöd magad. Hát ennyire bonyolult az, hogy az ember mit eszik. És annak milyen hatása van a szervezetre? Egy bizonyos szempontból bonyolult is, de azért fel lehet itt exakt dolgokat sorolni, amit például én pont így hívok, hogy az élelmiszer biológiai megközelítés. Az alapelvek mentén le tudjuk bontani a táplálkozásunkat olyan alapelvekre, ami most akkor a vegetáriánustól elkezdve egészen a paleo étrendig mutathat egyezőségeket. Én viszont évek óta nagyon-nagyon fontosnak tartom a személyre szabott megközelítéseknek az erősítését, és azt felismerni, hogy valóban nem vagyunk egyformák, de ha nem vagyunk egyformák, akkor milyenek utak vannak, amik viszont járhatóak hozzá. Tehát ez az örökérvényű szabály, hogy mindenből de keveset, ez elesett, ez nincs. Tehát, hogyha kicsit ezt, kicsit azt, de semmit sem túlzásba véve, ez már nem működik a mai emberre nézve? Ez azért sem működik, mert lehetnek a háttérben olyan genetikai sajátosságok, amik lehetővé tesznek olyan táplálékoknak a fogyasztását, ami bizonyos szempontból ezt a mértékletes fogyasztást nem fogja egy adott esetben engedélyezni. Hogyha te mondjuk érzékeny vagy a tejcukorra, mondok egy példát, vagy a gluténra, jobb esetben ezt tudod is magadról, akkor nyilvánvalóan nem fogsz tudni mindent mértékkel és változatosan fogyasztani. Na, itt egyébként azért érdekes ez a beszélgetés, azért lehet érdekes, mert rész hallgatóink is nagyon sok mindent követnek. Tehát van, aki tényleg paleózik, van, aki szénhidrátot nem eszik, nem tudom hányfajta irányzat van, ketogén diéta, lébőit, vércsopor diéta, ezeket látom, azért képbe vagytok a persze, figyelj, van, aki vegan nálunk, én ez a mindenből kicsit átlagosan. Most véged van, hallottad. Én már elvéreztem, Feri azért inkább a hús irányába tolja el a táplálkozását, ugye? Több hús. És ugye minden ember tartozik valahova, tehát mindenki eszik valahogy, vagy hisz valamiben. De például csak próbálom szűkíteni, mert azért egy baromi nagy témakört ölelsz át, és próbál kicsipegetni dolgokat, hogy tudjunk segíteni a hallgatóknak. Induljunk el mondjuk a gyerekek szemszögéből. Egy konkrét kérdés. Én észrevettem például a Benin, hogyha bizonyos ételeket fogyaszt, akkor sokkal jobban felpörög tőle, és okoz nála egy olyan fajta túlpörgetés, ami nem azt mondom, hogy viselkedészavar, mert nem az, hanem látom rajta, hogyha bizonyos ételeket adunk gyermeknek, akkor az mennyire felpörgeti az ő agyát. És feltételezhetően finomított szénhidrátokról beszélünk. Általában finomított szénhidrát. Meg ha más főzés, nem a faterja. És például a gyerekeknél nagyon sokan nem tudják szerintem, hogy ha rájönnének bizonyos dolgokra, hogy működik a gyerek szervezete, akkor a viselkedésben baromi nagy változást lehetne elérni. Ez egész egyértelmű. Tehát nem is kell, hogy extrémebb egészségügyi panaszokig elmenjünk, ugye már konkrétan az idegrendszer működését érinti, de amit te leírtál, az legtöbb esetben a finomított szénhidrátok fogyasztásához köthető, amit például jobb esetben egyetlen egy gyermeknek sem kellene nagy mennyiségben egész biztos fogyasztani. Tehát ezen igen, nőttünk meg föl. Magyarázzal a gyereknek, hogy ne egyél már fánkot. Igen, csak ez egy bizonyos szempontból viszont a szülőnek a felelőssége. De tök jó, én ennek például nagyon örülök. Van már olyan betegség is, amit egyébként így kezelnek. Tök hogyne. Én mindig azon gondolkodom, hogy amikor 40 évvel ezelőtt mi gyerekek voltunk, mindenki fehér kiflit zabált, meg fehér kenyeret. Nem is volt más. Hogy nem is volt más, hogy nem volt meg ez az érzékenység, ez az elmúlt 40 évnek a folyománya, hogy most pedig a gyerekek erre érzékenyek? Vagy nem vettük észre, mindegy volt, kicsaptak a szülők, mennyi fiam, játszál a játszótére. Ez az egyik dolog, a másik pedig érezhető módon ezeknek az ételeknek az étrendünk belül fogyasztása jóval nagyobb mértéket ölt jelen pillanatban, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy ha én megnézem mondjuk a 30 évvel ezelőtti táplálkozásomat, akár egy ilyen vidékiesebb körülmények között, meg a jelenlegi gyerekeket, akik mondjuk a városban élnek, és milyen táplálékokhoz jutnak hozzá, akkor valószínű, hogyha 30 évvel később születek, akkor nekem is lennének mondjuk ilyen idegrendszeri zavaraim, akár amivel mondjuk ilyen hiperaktivitásban is megnyilván. Tudunk nézni egy-két konkrét példát, csak hogy tényleg próbálom valahogy konkrétizálni a beszélgetést, hogy például van egy olyan család, ahol a gyerek izegmozog, föláll az asztaltól, rohangál, és azt mondják az óvodában, hogy sokat beszél, viselkedészavaros, hiperaktív. Hát ezek
ezeket ma már nagyon könnyen rámondják egy gyerekre, aztán az esetek nagy többségében ez nem így van. Mondjuk egy szülő mind változtasson ahhoz, hogy azt érzékelje, hogy mondjuk egy hónapon, két héten belül beállt a gyerek életébe valamiféle változás. Megnyugodott, végig tud ülni egy vacsorát, egy tanórát, az óvodába odaül a feladatokat megcsinálni. Mi kell változtatni? Mindenféleképpen kipróbálnám, hogyha ezeknek a finomított szénhidrátoknak a mennyiségét csökkentjük, ugye cukroklisztek vonalántal a leget. Ez az idegrendszerükre hat? Abszolút, igen. Hát nyilvánvalóan ugye az anyagcserén keresztül az idegrendszerre, ez az egyik, a másik pedig érdemes lehet, főleg, hogyha hosszú távon gondolkozunk, az esetleges további érzékenységeket is kiszűrni. Akár már genetikai vizsgálatok segítségével. És ez mit jelent, hogy te azt mondtad, hogy egyére szabottan nézel meg mindenkit? Tehát nem jó, ha az ember elcsinál egy lébőjt kúrát, csak akkor, ha mondjuk kiderül, hogy milyen vércsoport? És akkor viszont valami egészen más kéne, hogy csináljon? Nem, tehát hogy valóban ez a lébőjt kúra, ez másokkal inkább itt a divatdiétáknak lesz a kérdése. Én inkább onnan közelíteném meg, hogyha valakinek van valamilyen diagnosztizált egészségügyi problémája, vagy érez valamilyen panaszokat, azokban az esetekben a táplálkozáshoz kötetően mit lehet tenni. De mondjuk Jani adom egy hozzád, aki vega. Akkor te megnézed, hogy ő mit teszik, mennyit teszik, milyen vércsoport, és ahhoz képest neki beállítod az étrendjét? Azt is, meg hogyha ugye a vegetáriás vonalat nézzük. Na nézzük mondjuk a vegákat, tessék. Hogyha a vegetáris vonalat nézzük, akkor eleve az is fontos, hogy valaki a vegetáriánus étrend mellett tudja egyáltalán a súlyát tartani, már külsőre is látszódik. Jánosnál nincsenek elhízásbeli problémák. Jánosnál nincsenek, viszont tudjuk, hogyha valaki úgy tartja a vegetáriánus étrendet, hogy emellett súly problémái is vannak, akkor az egészségügyi kockázata jóval komolyabbak, mint hogyha amúgy mindent tenne. Ez viszonylag szigorú étrendű, úgynevezett vallási megközelítéseket is felülelő vegetáriánus népcsoportokból vagy közösségből ismerik ezt a problémát. De mit mondasz a vegáknak, jó? Egyébként, ha valaki csak vega? A vegetáriánus étrendet egyáltalán, hogyha megfelelőképpen össze van állítva, én nem tartom egy divat diétának. Persze ez működik, de itt is lesznek különböző alapelvek, például az, hogy a vegetáriánus étrendet sem tudjuk a gabonafogyasztásra alapozni. És megvizsgálandó az egyéni sajátosságok, mert hogyha valaki mondjuk gluténérzékeny vegetáriánusként csak nem tudja, mert nem okoz rövid távon ezt panaszokat, nyilvánvalóan az hosszú távon egy kockázati tényező lehet. Tehát akkor mindent tudunk, de semmit nem tudunk. Megint ott vagyunk, nem? Tehát jó is a vega, de kell is tudnunk egy csomó mindent. Mindenféleképpen, de ez igaz, ahogy te említetted, akár ugye a paleolit étrendre, vagy az ehhez kapcsolódó megközelítésre. Mi a baj a paleóval például, ha van baj? Nincs. Ezt nagyon sokan csinálják, ez például egy népszerű irányzat, erre most egy nagy biznisz épül, mindenki paleózik, ugye a paleóz azt jelenti, hogy sok hús, nem eszel lisztet, tejet, nem biztos, hogy jól mondom, ugye? Ezek azok a leegyszerűsítések, amiben sokszor gondolkozunk, vagy kénytelenek vagyunk gondolkozni. Na de főbb dolgokat nem eszel, főbb dolgokat eszel, nem? Igen, de hogyha a paleolit szempontjából nézzük a főbb dolgokat, amiket nem eszünk, azok pont nagyon-nagyon komoly érzékenységekre utalhatnak, és ezeknek a kiiktatása az egy bizonyos szempontból sok esetben valóban lehet ideális. Ugyanúgy, hogyha nem a paleolitot említjük, hanem a manapság ugyancsak népszerű ilyen szénhidrát csökkentett, ugye low carb megoldásokat, az ugyanarra megy rá, hogyha a bevitelét a szénhidrátoknak csökkentjük, az valóban az emberek nagy részénél a fogyást elősegítheti. Ez működik, és ez egy fontos alapelv is. Tehát a túlzott mértékű szénhidrátfogyasztás az egész egyértelműen az egészségügyi kihívásaink egyik fő katalizátora. Az, hogy sok szénhidrátot eszünk. Így van, és főleg, hogyha itt dominálnak a finomított szénhidrátok. De akkor ez is azt mondod, hogy ez egy általános érvényű igazságok nincsenek, tehát hogy egy egyénre szabottan kell meghatározni azt, hogy kinek mi lehet az ideális, tehát hogy mindenképpen kell lenni először valamiféle szűrésnek, amely során meg tudják határozni, hogy mire érzékeny az illető, hogy mi az, például az, mit tudom én, az a tápanyag, vagy az az ásványanyag, aminek az elmaradása az ő táplálkozása, problémát okozhat adott esetben. Tehát nincsen olyan, hogy minden igaz mindenkire. Ilyen nincsen, de azért, ahogy az előbb is beszéltünk róla, már külső tényezők, vagy az embereknek az egészségügyi tapasztalatai alapján is meg lehetne határozni dolgokat. Tehát, hogyha a súly probléma van, az nyilván táplálkozási hibákat is felvethet, illetve, hogyha az emésztését tekintve valaki folyamatosan tapasztal panaszokat, ugye hasmenéstől puffadáson át, gyomorégés, ezek mind a táplálkozáshoz köthető területek, és ezeken a mesdjéken már lehet konkrét a javaslatokat tenni. Gábor azt mondja, tessék, reggel együnk szabot. Arra te, mint élelmiszerbiológus, mit mondasz? Most csak próbálom, hogy te konkrétan halljunk valamit. Nézzük akkor az én példámat. Na. Én, hogyha szabot ennék reggelire, a napom onnantól teljesen katasztrófa lenne. Szenzációs. Tehát van egy élelmiszeripari mérnökünk, aki bejön, és azt mondja, gyerekek, egyetek szabot, mert fontos. Majd jön egy élelmiszerbiológus, én ezekre vagyok kíváncsi, mi konkrétan azt mondod, hogy lehetőleg akkor
Mert ez az én személyes tapasztalatom, de hát nyilván nem én leszek ebben egyedül. De mit reggeliszel? Én preferálom a fehérjében és a zsírban gazdagabb reggelit, akár hogyha egy tojásos. Ezt komolyan mondom, megőrülök. Én ettől őrülök meg. Én ettől őrülök meg. Legyen már valaki, aki... Ugye? Én értem, hogy nincs személyre szabottan, de Gábor azt mondja, hogy ugye, hogy az állati fehérje eleve nem. Nyilván ő vegetáriánus, oké, elfogja, eleve nem. Együnk sok zabot reggel, majd jön egy élelmiszer biológus, te megérkezel, és azt mondod, hogy lehetőleg inkább egyébként fehérje gazdag ételeket együnk, de állati fehérje vagy növényi fehérje, az nem mindegy, mert lehet növényi fehérje. Hát a biológiai hasznosulását, ugye, hogyha a biológiához kapcsolódunk, akkor egész egyértelműen az állati eredetű fehérjék, és ez szuper. Nem kell, hogy hús legyen. Ez viszont egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát lehet tejtermék is. Nem feltétlenül, adott esetben igen, de nagyon fontos az állati eredetű fehérjéket is szétválasztani. Ugye, amit mi színhúsként ismerünk, és a színhús fogyasztásának valóban lehetnek kockázatai, az egy melegvérű gerinces izomzata. Innentől kezdve egy más történet. De rosszul hangzik ez melegvérű gerinces izomzat. Igen, nem hallottad, Feri, mi? Jó, igen, mit reggelizik egy élelmiszer biológus? Tessék. Te megnézed a vércsoportodhoz képest, hogy vagy valamilyen vércsoportú, ahhoz képest, hogy mit tudsz megemészteni, mit nem, tehát ennyire lebontod? Nem, a vércsoporthoz azért ennyire erősen nem kötődünk, de mi használunk úgynevezett egyéni anyagcsere profilokat, ahol ezeknek a makrotápanyagoknak az arányait javasoljuk fogyasztani. Ezt miből méritek föl, vérvizsgálat? Vérvizsgálatokból is, meg tesztekből, illetve, hogyha bármi külső jegy van, akár ugye súly problémák, egyéb történet, meg az embereknek a nagy része, hogyha amúgy tudatosan figyelné az igényeit és a táplálkozását, akkor nagyon sok szempontból a teste megmutatná azt, hogy mire mutatkozik. Na jó, de te például hogy jöttél rá arra, hogy neked nem a zab az, ami jó reggelenként, hanem mondjuk ez a fehérjében gazdag táplálkozás? Például úgy, hogy... Szelesedtél? Nem, viszont nálam egész egyértelmű, és különben a férfiak nagy része ezzel minden bizonnyal lehet hasonlóképpen így, hogyha én nagyon mennyiségű szénhidrátot fogyasztok a reggelihez, akkor az érzem, hogy a vércukorszintemre hat, 2-3 óránként megéhezem, az energiaszintem lecsökken ahhoz képest. Hát a Gábor pont azt mondja, hogy az a például lassan felszívódó szénhidrát, tehát hogy nem éhezel meg, hanem folyamatosan kapod belőle. Én is 2 óra múlva megenném Gábor azt mondja, hogy az abot eszel, nem vagy éhes, nem megy föl hirtelen, igen. Folyamatosan szívódik. Azok esetében, akiknél ez igaz, de ezt mindenkinek ki kellene próbálni, hogy így van-e, rám ez egész biztosan nem igaz. Én is fogyasztok nyilván szénhidrátot a reggelihez, de nem ebben a gabonaszerű formában, hanem akár mondjuk gyökérzöldségeknek a kísérletében. Na, én preferálom amúgy az ilyen halpástétom, májkrém dolgokat ugyanúgy a tojásos reggeli mellett. Tehát alapjávéve, igen, mindent tudunk, és akkor semmit nem tudunk, megint eljutottunk oda, ugye? Hogy tehát azonos életterületen működő emberek végül is azért nagy részt más mondanak. Mert például, ha ezzel szembeállítanak Gábor állítását, ő azt mondja, hogy nem. Tehát minél kevesebb állati fehérje, ami nem rá vonatkozik, hanem egy örökérvényű igazság, és mondjuk lehetőleg mindenkinek például zab, most persze nyilván ha van valamilyen allergiája, akkor nem, mert az egy lassan felhívódó szénhidrát. De akkor csak azt kell megállapítani, hogy kinek mi a jó egyénileg. Ez egy baromi nehéz dolog. Igen, de mondjuk, akkor. Hogyha itt ezen a növényi eredetű táplálék, állati eredetű táplálék vonalon mozgunk, akkor én mindenféleképpen azért különböző úgynevezett néprajzi atlaszoknak a tapasztalatait behoznám ebbe a történetbe. Tehát a jelenleg élő benszülött népek, ugye, és most nem kell, hogy itt az időben visszamenjünk, jelen korunkról beszélünk, azért minden esetben valamilyen állati terméket fogyasztanak, és ez nem lesz adott esetben színhús, és valóban változik az, hogy ki mennyi növényi eredetű és ki mennyi állati eredetű táplálékkal éli a mindennapjait a minket körülvevő népcsoportokat. Tehát a Janinak nem jó hosszú távon, hogy nem eszik húst? Nem. Az nem lenne jó, hogyha semmilyen állati eredetű fehérje. De nem fogyaszt. De ő jó. De te fogyasztasz. Én állatóban vagyok. Igen. Igen, tehát ugye ez azt jelenti, hogy akkor... Ő csak féláruló. És ezen a vonalon a tojás például abszolút egy alternatíva az állati eredetű fehérje vonalán, ami megint nem a színhús. Jó, de hogyha néprajzi adatokat veszünk figyelem, akkor nézzünk meg mondjuk egy benszülött új kigyósít, ahol ugye tudjuk, hogy 1,5 kg libattepertővel indítják. Hanem kolbászra. Nem, az hülyék nem voltunk soha, tehát nem a vidéki nem hülye. Azért, mert vidéken él is szereti a kolbászt, attól még... Nem a vidékiről van. Beszélek, a rólad beszélek, ja. De ne állíts szembe a fővárost a vidékén, nem erről beszélek, ügyesen akarod ezt érezni, de én nem erről beszélek, én rólad beszélek. De nem a kolbász, mi miért megettük a neked a kolbász univerzumod van. Pedig egy elejére elvesződő, jó, mert... Azzal ütöttek, vertek anyámék, de kolbászra soha. Átküldték fel egy Lajos bácsiék az a boronáért, akkor mindig mondta neki édesanyja, hogy addig meg ne érzi, itt van egy rúd szalát. Így van.
Viszont úgy tudtam áthozni a boronát, hogy magamra akasztottam. Így van, csak és közben felszálltott az út. Jó, kérdezek, én csak konkrétat kérdezek. Mi a helyzet az, hogy gyerekeket tömik tejjel? Te arról mit mondasz például? Tej, tej, tej. Abban van a kalcium, így jönnek sok tej. Mert a Gábornak a tej az antikrisztus. Az nekem is mondjuk, de kíváncsi, hogy te mit mondasz. A gyerekek esetében ugyanígy gondolom, nem hogy? Ideális alapvetően a tejtermékekkel kezdeni a gyerekeknek a táplálkozását. Több oból kifőleg az egyik, amit megint csak itt a Kárpát-medencei sajátosságok kapcsán ismerünk, hogy mi a tejcukorra igen-igen érzékeny népcsoport vagyunk. Uh-huh. És hogyha ezzel indítunk, az okozhat különböző egészségügyi panaszokat hosszú távon egész biztos. Felnőttek egyáltalán egy gyanak például a tejet? Felnőtteknél is mindenkinek meg kellene azt vizsgálni, hogy egyáltalán toleráljuk-e a tejtermékeket, de hogyha úgy növünk föl, hogy valamilyen emésztési panaszom van a tejterméktől, de a családban mindenkinek, akkor egyáltalán nem is biztos, hogy észreveszünk, hogy ez egy problémás terület. Egyedül ez a kalcium az, ami valóban egy kérdéses kérdéskör, de ezt leszámítva egyrészben a tejtermékekkel valóban lehetnek problémák. Uh-huh. Egyetértek, abszolút. Na, és akkor visszatérve, bocsánat, csak milyen reggelid akkor? Tehát egy ilyen zsírosabb, állatiasabb, fehérjedús reggelit eszel például? Az, hogy fehérjedús, az nem feltétlenül így igaz, de mindenféleképpen fehérjét meg zsírt, az tartalmaz. Uh-huh. Akár, és akkor most vegetáriánus irányokat is bevehetünk, hogy mondjuk tojással, meg zöldségekkel. Uh-huh. Na már Ákos, nehéz dolog ez gyerekek. Mint a Gábor, tehát én most neki hiszem. Hát ugye, a Gáborra fölcsúszott egy kicsit, igen. Jó, tudunk nézni egy-két konkrét diétát, hogy arról mi a véleményed? Vagy te mit gondolsz? Vagy most divat irányzatot, amik vannak? Hát mindenki... Mi az, ami most a legjobban megy? És annak mi a hátulütője? Én azt látom, hogy az elmúlt 20-30 évet, hogyha nézzük, akkor minden esetben a fogyókúrához kapcsolódó irányzatok a legdivatosabbak, több okból kifolyólag. Ez különben ott kezdődik, hogy az elhízásnak a problémája eleve onnantól kezdett el katalizálni, hogy akár a közegészségügy, akár a politika szintjéről megjelentek táplálkozási javaslatok. Ugye nagyon szépen látható, hogy ahogy először elkezdték bevezetni ezeket a táplálkozási piramisokat, onnantól borult fel egy bizonyos szempontból a rendszer. Mert akkor már ott érdekek be tudtak kerülni, plusz ugye a hisztéria... összeesküvés elméletet is van. Gyerekek, hát azért ez egy iparág, erre milliárdok épületek, a iparág, hát azért ez egy milliárdos iparág, nyomják, így áll tejet, tehát a felnőtt magyar lakosság 80%-a még csak meg se tudja emészteni tényleg a tejet, rosszul vagy tőle, és iszod, aztán ez. De nagyon jó az arány, amit használtál, mert ez genetikai vizsgálatokból tudjuk körülbelül. Nem véletlen mondok ilyen számokat. Nézd, először vagy ebben a műsorban. Úgy tűnik, mintha lazán dobálna be valamit, de nem. Azt hát, hogy ez csak egy ilyen flót, laza, felszínes beszélgetés, de hát azért itt közben nagyon komoly tények hangzanak. Most mondhattam volna 75-öt vagy 93-at, és nem véletlen mondtam. Grámra pontosan az van, amit mond. Annak hibáim az egyik a felkészültségem. Szóval azért... Ennyi van. Igen, folytasd, bocsánat. És nyilván katalizálódott ez különböző egészségügyi kihívásokban, mint a súly problémák, és ide kapcsolódik a legtöbb divatdiéta, hogy akkor hogyan fogyjunk le, akár a táplálékbevitel csökkentésével, kalória megszorítás, szénhidrát csökkentett változatok, és a többi, és a többi. Most a ketogén diétát mondogatják, hogy na, az zseniális. Azt sem tudom, mi az? Azt most mindenki csinálja. Az mire alapul? Ugye a ketogén étrendnél ott van egy nagyon-nagyon magas arányú zsírbevitel, uh-huh. ami, hogyha mennyiséget tekintjük, akkor 80%-ot takar. Akkor Feri ketogénem van már. Jó idő. 40 éve. Nézd meg, milyen jól van. Akkor működik igazából. Ezt érdemes lenne mondjuk akár ilyen vizelettesztcsikokkal is nézegetni, de a lényeg, hogy, és ez változatlanul így van, a ketogén étrend az egy terápiás célú étrend, tehát konkrét egészségügyi kihívásokra használják, mint például az epilepsziás gyerekek, ahol ez valóban nagyon hatékony, és átmenetileg rövidebb távon mind terápiás étrend működik is, illetve ami az érdekessége talán dolognak, hogy Svédországban a ketogén étrend valóban elfogadott terápiás célú étrend különböző idegrendszeri megbetegedések esetén. Szklerózis multiplex például. Hát amiről az elején beszéltünk, hogy gyerekeknél is a viselkedés zavara, a hiperaktivitás, egy egyszerű étrendváltozással elképesztő eredményeket tudnak elérni. Ha ezt a szülő felismeri, és rájön, hogy itt erről van szó, akkor itt nem is kell magával a viselkedés zavara, a magatartás zavarral úgy foglalkozni, hogy fegyelmezett, hanem csak segítesz neki megváltoztatni, hogy mit teszik, és a gyerek önmagától elkezd meggyógyulni. És ezek a terápiás célú étrendek voltak különben az első szakterületünk megnézni azt, hogy miért működik egy ilyen mértékű, drasztikusabb étrendváltozás bizonyos egészségügyi kihívások esetén, mint a ketogén étrend és az epilepszia.
és ennek nagyon-nagyon komoly szakorvosi háttere is van ez a történet, ez működik. Én rájöttem, hogy miért jó ennyi irányzatot hallani, mert szépen innen ezt csipented össze, azt csipented össze, hogy összeraksz egy kolbászos tojásántot, tehát ezt megemlített, hogy ez Ákos miatt jön, biogabi. Nem, akkor eszel egy kis zabot, mert azt is mondta. Tévénézés közben benyalsz, mint tudom, a másfél kiló csicsókát, azt is a Gábor. Jön Noibi és Réka a kóbásszal, akkor eszel egy kis kóbászt. Igen, kóbászt, meg eszel pulkasonkát, meg kóbászt. Nem, jött Noibi, azt mondta, hogy együnk kóbászt. Jopogtatsz, mely év vagy, amit? Jopogtatok egy kis kóbászt esténként, abból nem lesz baj. Én mindenkiből összecsipegetem, amit mond, és akkor végül is azt hiszem, amit szeretnék. Nem? Nyilván mi tudunk ilyenkor jóval személyre szabottabb irányvonalakat is mondani, csak ebbe a beszélgetésnek a keretében. Nyilván baromi nehéz. Hogyne? Én ezért próbálom konkrétizálni, mert ez egy teljesen általános dolog, de közben baromi a személyre szabott, hogy kinek mi a jó, ami nekem jó, az lehet, hogy a Janinak nem, ami Janinak nem biztos, hogy a Ferinek, tehát ezért nehéz ilyen beszélgetéseket készíteni, mert nincsenek örökérvényű igazságok. Talán egy példa, ami lehet, hogy benneteket jobban érdekel, hogy azért, ha a gyulladás csökkentést nézzük, oda egész komoly ételcsoportokat tudnánk kötni, és akkor mindenki tudja magáról, hogy vannak gyulladásokhoz kapcsolódó egészségügyi kihívásai, akár egy pajzsmirigy gyulladás, akár krónikus emésztőrendszeri gyulladások. Nos, akkor mik lennének azok az élelmiszerek, amiknek mondjuk van egy ilyen gyulladás csökkentő faktor? Ez már a mi élelmiszer biológiai megközelítésünk például. Hogyha tudom kéne, hogy nálam gyulladás van, és eszem olyan zöldséget, akkor az elmúlik, erre gondolsz? Például így van, vagy eleve úgy választod meg az élelmiszereket, hogy a gyulladás csökkentőket helyező bizonyos szempontból előtérbe. Én egy liter céklalevet hoztam magam. De gyönyörű. Akkora kerülök, vagy jó, vagy túlzásba viszem, vagy sok olyan van benne, ami kicsi, jó, sokat árt. Mit csinálják? Egy liter céklali. Már csak két kortyom van. Mit mondasz? Nyugodtan idd meg. Csak? Hogy... De közben gondolj arra, hogy... De ha engem kérdezel, akkor ilyen levegből mindenféleképpen zöldleveles zöldségeknek a levét javasolnám hosszú távon, hogy fogyassz. Hát a céklának is egy darabig zöld az. Ja, igen. Igen, tehát nincs a spenótlevél meg ilyenek? Turmixolban? Ezek a zöld turmixok, ezek nagyon megy, ez jó, a zöld turmix divat van. Most mindenki zöld turmixot csinál. Spenótlevél, ezt beledobsz. Addig, amíg zöld levelekről beszélünk, és az alap, addig igen. Aha. Igen. Nehéz ügy, gyerekek, nehéz ügy. Nehéz ügy, igazából. Ha elmegy valaki hozzád, mivel kezded nála a vizsgálatot? Vércsoport? Nem, általánosságban véve a vérképet. Igen. Fizetési átutalás. Általában hozzánk a legtöbb esetben valamilyen konkrétabb egészségügyi kihívása a háttérben érkeznek az emberek, de ettől függetlenül is vannak speciális tesztjeink, amiket használunk, hogy a táplálkozási szokások feltérképezésére, akár táplálkozási naplóval egybekötve, tehát hogy leírja, hogy mi az, amit ténylegesen fogyaszt. Egészen szélsőséges állapotokkal is foglalkozom, bocsánat, hogy közöztük, hogy valaki azt mondja, hogy nálam most felfedeztek kezdő stádiumban van mondjuk egy vastagbélrák, egy emlőrák, és azt mondjuk próbáljátok csak táplálkozással megfordítani? Nem a rákos megbetegedéseket, amiket én itt említenénk, de valóban ezt leszámítva amúgy foglalkozunk egész extrém esetekkel. Krónikus bélrendszeri gyulladások. Akkor a műszaki igazgatónk emésztési problémáival. Pajzsmirigy működéshez kapcsolódó egészségügyi kihívások, igen. Tudom, hogy erre nehéz válaszolni, de esetek hány százalékában gyógyulnánk meg, ha csak azon változtatnánk, hogy mit eszünk? 80%. 80%-ban lehetőségünk lenne meggyógyulni egy jól elkapott betegségnél, ami mondjuk kezdeti stádiumban van, ha értők ezek közé kerülnénk? Így van, ez egészen egyértelműen, a gyerekeknél pedig adott esetben még magasabb szám. Ők nagyon gyorsan, nagyon jól reagálnak a megfelelő változtatásokra. Lásd az előbb említett példa, epilepszia és mondjuk a ketogén effekt. Tehát akkor el kell menni egyénileg mindenkinek szerintem. Köszi, hogy itt voltál, próbáljuk ezt a nagy halmazt kibogozni, és egy kicsit mindig tisztában látni, nem egyszerű. Holnap jön Gabi, ha ezt a beszélgetést hallotta, nyilván pontonként megbeszáfol. Szerintem már ott van. És akkor sorra veszünk. Otthon dübel megjavott egy erőturmixot, hogy holnap beszélje magát. Tupla turmix. És kétszer szedett az amarántból. Igen. Köszi, hogy itt voltál, Ákos, beszélünk még. Jó, köszönjük szépen, Bart Ákos, táplálkozás kutató. Tovább beszélgettünk. Köszönjük szépen. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 9 óra. Jó reggelt, keressünk. Keressük én, mi is? Jó reggelt, keressük a reggelt. Még elég jól, de igen. Itt vagyunk, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek.
Azt nézem, hogy mi van. Mit küldtek nekünk, ami drága hallgatóink az utakon? A Moszkvánál a Szilágyi Erzsébetre kanyarodva két rendőrautó áll az út közepén. Azt nem láttam, hogy mit csinál a Kata küldte nekünk. Kőbányán a Vaspálya utcán mérik a vasútállomás felől jövőket. Az M3-ason az egyes kilométeren belül két baleset is van Budapest felé. Haka küldte nekünk. Fehérvár 133 előtt Budafok felé a Kalotaszeg utcai villamos megállónál olyan kátyú van a zebránál, hogy az emberek lemennek, mert azt hiszik metró lejárat. Ezt Szala küldte nekünk. Az M3-oson már nem csinálják az elválasztót, és a 193-as Kavicsnál mérnek Pest felé, ezt Laci küldte nekünk. Aztán még mindig zajlik a helyszínelés az M3-as Pest felé vezető oldalán a 31-es kilométernél, nagy a torlódás, úgyhogy aki tud, az kerüljön, és egy kilométeren belül két baleset is van Budapest felé, ezért van dugó az M3-ason. Köszönjük szépen. Na, hát okosabbak lettünk, de mégsem. Érdekesek mindig ezek a beszélgetések, mert ugye szerintem tényleg mindenkire vonatkozik az a dolog, hogy egészségesen akar élni, vagy éppen fogyókúrázik, lébőjtőt csinál, és aztán jönnek a szakértők, és mindenki kicsit más mond, de nekem kezd körvonalazódni egy dolog, hogy egyszerűen tényleg el kell menned magadat szépen felméretni, és beállítani és saját magadra. Nincsenek egyszerűen örökérvényi igazságok. Úgy látszik, hogy minél többet tudunk saját magunkról és a táplálkozásról, annál jobban megdől ez a dolog, hogy kicsit ebből, kicsit abból. Tényleg, amit Ákos is mond, menj el, csináltasd meg magadra nézve egy vizsgálatot, és ahhoz képest állítsd be azt, hogy te mit eszel. Van, akinek jó az zab, erről beszéltünk, Feri érted, megeszi az abot egy óra, ma már izé kaparja a falat, és hangosan kiabálja. Eszi, nem kapar, eszi. És üvöltözik, hogy nyissák ki, amit nyissák ki. Nyalja, amit adjatok. Nyalja, ezért érted, valaki pedig megeszik tényleg egy tányér zabot, és egész délelőtt jól el van, és jól érzi magát. Tehát tényleg azt hiszem, hogy nincsenek örökérvényű igazságok, mindenkinek magának kell kitalálni, hogy mi a jó, mert egyébként elveszel ebben a nagy erdőben. Valakinek nagyon működik kemény a paleó, valakinek nem, valaki egy nap lébőjt után érted, majdnem belehal, és azt... Én nagyon várom, valaki hetekig bírja, tehát hogy nagyon nehéz. Várom, hogy jöjjenek be mindig újabb és újabb szakemberek, és mondjanak újabb és újabb szempontokat, és azt várom, hogy picit okosabb leszek, picit jobban összeáll nekem a sztori, picit jobban eligazodok itt ebben az útvesztőben, ebben a táplálkozástani útvesztőben, aztán mindig egy hülyébbnek érzem magam. Én is azért futok neki ezeknek a beszélgetéseknek, mert megláttuk egy ilyen interjút Ákossal, aki élelmiszer, tényleg nem mérnök, hogy a Gáborunk élelmiszer biológus, táplálkozás kutató, és azt gondolom, hogy majd bejön, és majd segít. Aztán rájövök, hogy nem, hogy segít, hát még jobban szinte összezavar, mert tök más mond, mint amit Biogabi, és Gábor a mennybe megy, mikor meglátja nálam a céklelevet. Hát ez az, erre Ákos kicsit kérdően rám néz, és azt mondja, jó, jó, de ha ebből iszol, hát, az még jobb, érted? Inkább akkor, inkább valamilyen, hogy meg valami zöld levet ajánlanak. És helyet. Kicsit lenézi az én céklelémet. Kicsit megvetően néz rám a céklelémet, miközben Gabi mennybe megy ettől. Miközben a cékláról, tehát olyan litániákat lehet olvasni, feltemelten meg mindenhol lehet hallani szakemberektől, hogy óriás antioxidáns tartalma van, nagyon egészséges, ráadásul megfizethető is, mondjuk egy búza fülével ellentétben. Érted? És akkor jön, és akkor egy picit így, én meg azt hittem, hogy ez az ambrózia, az istenek eredet a cégla. Gábor már írt, hallottam, mosolyjel. Jajjajjajjajjajj, mi lesz itt holnap? Holnap jön, ugye? Ez holnap azt hiszem, két hetente van. Igen, múlt heten nem volt, akkor jön, holnap vagyunk. 30 oldalt teleírva. Jegyzetelt, hallgatózott, holnap jön, és elmondja az egy kis erőturmixát, már kézzel, hogy elmondja, hogy mit reggelizet. Erőturmix. Jaj, de szeretem a kis Gábort. Na, mutatjuk, mi a beugró hármas ugrási oldal, hallgatók, figyeljetek. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Mi van? Jézus, Atya úristen. Ebben most nekem egy se volt. Még egyszer? Szerintem igen. Nem, ma legyünk egy kicsit nyugodtak. Ne legyél már ilyen, hát egyikünk egy darabot nem ismertünk föl. Legyen ez már ilyen beugró. Ja. Kicsit nehezebb. Jó, 6 perc, pontosan 9 óra, írjátok meg, mit hallottunk. 2 darab dalcím, 2 darab előadó, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, őket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. M1-esen a 107-es kilométernél a felüljáróról mérnek a sunyi betyárok. Csak a védát látni, úgyhogy csak okosan. SK Jóci küldte nekünk. Aztán
Aztán azt nézem. M3-ason még mindig dugó. A 6-oson Ercsinél bedugult a fülem, kicsit pattog is, köszönjük. Gödül M3-as felüljáró baleset már a városban áll, a sor, mindenki vigyázzon. Valamint felháborító, hogy az M1-esen Pesttől Tatabányáig kátyuk borítják a pályát, és az a megoldás, hogy 100-as táblák vannak kirakva. Évi 40 ezerért nem ezt várná, Miki, tökéletesen. Tökéletesen igazad van, de mert a gatyát ráfizeti. Megyei matrica, UD jelza az mindenre, és közben szörnyű állapotokban vannak az utak. Az M3-ason kérdezitek, hogy mi a helyzet? Hát azt mondtam sokszor, hogy ott van baleset, több is ráadásul. Egy kilométeren belül két baleset van, a Babati pihenőnél egymás után, és 4-5 kilométeres a sor, és egyre nagyobb. Ez egyébként a Budapest felé vezető oldalt érinti, úgyhogy arrafelé próbáljátok kerülni. Ez a 31-es kilométer környékén van, tehát aki most jön Pest felé, és még le tud menni, az valahogy meneküljön. Mert a 31-es kilométer környékén nagy dugó van az M3-ason, és utána tart is sokáig a dolog. Mi van, nem hívtak hajbeültetésre azóta? Semmi. Nagyon vártam pedig, hogy meghallgatják, vagy hallják a reggeli beszélgetésünket, és újra hívnak, hogy akkor kiszedtem volna belőlük azokat, amiket kértél, információkat, nem, semmi. Lehet, hogy kiírtam magam örökre a hajbeültetők táborából, tehát soha nem kapok már többet ilyen jó ajánlatot, mint most. Nem. Egyszeri volt, lehet. Figyelj, nagy filccel kihúzta a nevemet a néni. Nem beszéltem vele elég szépen. De hogy ezeket például honnan szedik, az tök érdekes. Azon gondolkodtam, hogy honnan szedik az elérhetőségedet, honnan szedik azt, vagy van egy ember, aki így üldögél, ha tételezzük fel, hogy ez nem átverés volt, és létezik ez a klinika, hajbeültetős klinika, ott a marketinges, gyerekek, hát a Vadon Jani lehetne, de őt neki nincs meg a száma. A Rákócit láttuk múltkor, itt két oldalt már megy fel a férfiassága, ugye, homloktájba. Hívjátok már Vadon Jani, hagyjuk, igénytelen, biztos nem zavar, hogy nem azért, úgy, nem, hülyesen, nem követi ilyenekre. Hát mondjuk ez is igaz, de hát ezt én nem mondhatom. Egy átszállással összenő, Lőrinci, inkább vagy. Igen. És akkor ezt így kitalálják, hogy... Ez egy jó kérdés, hát ez engem is foglalkoztatott, hogy mi a fenér hívtak téged. Igen, akkor kerítsük elő a telefonszámát, megvan, jó, hívjuk fel. És akkor más, hogyha mint hogy valaki látják, hogy felszedett pár kilót, akkor felhívják, és valamilyen ajánlanak neki egy jó kis zsírleszívást? Vagy egy tuti diétát? Tehát ha látják a tévében, hogy kövér, akkor felhívják? Igen. Akkor rácsörögnek? Lehet. Ferikém, szerintem híztunk egy kicsit. Vagy az örgőcsontot felhívja egy lángosos? Ajánlanék egy jó fajta. Egy jó tejfölös sajtot. Egy jó fajta sajtos tejfölöst. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Ja, igen, nem meg kell nyitnom a megfelelő oldalt, nem, semmi gond nincsen, csak át kell lapoznom. Nem a Aleska sáfrányemes oldaláról, át kell lapoznom oda, ahol a történés volt. Na, hogy még meglepődöm mindig azon, hogy vannak dolgok, amik így nem tudnak változni, és egyre inkább az az érzésem, hogy ezek az emberek, ezek direkt csinálják, amit csinálnak, mert vagy a reakciómért, vagy ez csak azért is alapon. Van egy nagyon jó kis Facebook oldal, előszeretettel szoktam rá felmenni, így elborzadni, meg háborogni, meg stb. Ez az autósok szégyenfala. És hát itt most van fönt egy olyan kép, speciál, amin egy hatalmas fekete Bentley-vel valaki úgy állt be egy bevásárlóközpontnak, egy miskolci bevásárlóközpontnak a parkolójába, hogy nem is csak egyszerűen rááll a mozgássérült parkolóra, hanem hogy átlósan áll meg rajta, úgy, hogy szinte tök üres egyébként a parkoló, bárhova állhatna. Tehát a másik oldalon már ott vannak a sima natur parkolóhelyek, ahol simán beállhatott volna ugyanúgy, de hát ez nyilván 10 méterrel arrébb van. Fogja magát, és beáll úgy, a kettőre keresztbe, rohadjál. Hogy egyszerre kettőt foglal el. Hogy én tényleg őt nem értem. Tehát, hogy ő nem olvas újságot, nem beszél emberekkel, nem tudja értelmezni a piktogramot, vagy ő színvak, vagy egy másik bolygóról jött, vagy nyelvi problémái vannak, vagy azt hiszi, hogy a gyerekeknek volt aszfalt rajzoló verseny. Honnan tudjuk, hogy nem mozgássérült? Igen, hát de ha és annyira, hogy még legyen, normálisan sem tud beállni. Hát nem tud beállni, annyira, hát nehezen vezet, és érted. Egy Bentley Continental GT-vel nem járhat mozgássérült? Az jár, hogy hát, ne járhatna, vagy lehet hát neki valami rokona, akit visz. A mozgássérülteknek van ebben az országban a legjobb autójuk mindig. De tényleg. Ugye? De most komolyan mondom, annyi X6-os, meg Bentley, meg nem tudom, amelyből ők járnak, nyilván hamis igazolvány, de hogy egyébként a legjobb autóval sokszor Magyarországon a mozgássérültek járnak, mert azt látod, hogy benne áll a tetyó parkolójában, kint van ugye a mozgássérült. Igen, gondolom, TB támogatással vett ezt, ahogy hívják. Hát vett egy Bentley. De hogy miért nem tételezzük föl, hogy az? Mert egyből azt mondom, hogy jó autója van, nem lehet mozgássérült. Hát ez miféle diszkrimináció érte? Oda fog menni, és bocsánat.
bocsánatot fog kérni minden előítéleteimért, ha egyszer látom azt, hogy egy ilyen autóból valamelyik bevásárlóközpontnak a parkolójában kiszáll egy ember két bottal. Diszkrimináljátok a mozgássérülteket, mert ezzel a fotóval ti azt feltételezitek, hogy mozgássérült egyébként nem járhat Bentley-vel. De mert jár. A mozgássérült, mert lefotózzuk és felnyomjuk az újságba, hogy a Bentley oldalról van fotózva, nincs a szélvédője lefotózva. Tehát nem néztük meg, hogy valóban van-e mozgássérült kártya. Egy mozgássérült nem járhat Bentley Continentalra. De csak nem kell a két mozgássérült parkolón keresztbe állni. Azzal sincsen baj, azért mondom, hogy nincsen baj, mert az ilyen Tescoknál, Oceanáknál meg nem tudom, minden második hely az első két sorra a mozgássérült, tehát 100-150 mozgássérült helyed van. Amit soha nem használnak ki. Az érdi Tesco előtt a mozgássérült helyek száma körülbelül 50 vagy 80. Ő beállt, mint mozgássérült, egy Bentley Continental GT-vel, és még a többi 50 szabadó hagyta. Én még mindig nem látom a hibát egyébként, hogy hol van. De most komolyan mondom. Most nyomod a következő, hogy aláfestették. Tehát egy előbbáltóra, és csak utána lett belőle mozgássérült parkoló. Szörnyű ezek az útfestők, amikor én is láttam valahol, amire kijöttem, tiltott helyen parkoltam. Alát festették. Komolyan mondom, kikérem magamnak az ilyen világot, hogy beállsz normálisan a kocsidó, és még kijössz, alát festik azt, hogy te tiltott helyen állsz. Meg is emelik, hogy a gumi alatt is legyen. Érted? Meg is emelik. Komolyan mondom. Vagy egy olyan mozgássérült, akinek nincs jogosítványa. Hát most ő néha nem ugorhat le a Tescóba egy Bentley Continentallal. Érted? Nem volt jogosítványa, nem ismerte, hogy hova kell állni, hova nem. Ő így beállt Ferdén, mert nem tud rendesen parkolni. Mert a mozgássérült kisfiú lenyúlt a mozgássérült apukájának a Bentley-ét, még nincsen jogosítvány, és ezért nem tudott beállni vele a parkolóban normálisan. Azt gondoljuk, hogy a mozgássérültek csak Dacia-val járnak, meg Lada Samarával, érted? Ő egy mozgássérült, egy rendes mozgássérült, aki csak nem tud rendesen parkolni. Azért, mert mozgássérült. Tehát miért kell egyből bántani a Bentley-seket? Nem értelek végül benneteket. Felnyomni, meg végül is. Tényleg, biztos, akkor nézzük meg egy másik oldalra a dolgot. Hogy lehet beállni egy parkolóba úgy, hogy egyszerre két parkolóhelyet foglalsz? És sokkal el is felejtettük a mozgássérült vonalat. Mert mozgássérült. Ja, visszajövünk. Nem tudsz kijönni. Azt írja a hallgató, és tök igaza van, hogy azért áll így, mert hogyha simán beállna, kilogna. És mellé, kilogna, de mellé áll valaki, és rányitja az ajtót, akkor ez neked Bentley tulajdonosként nagyon sok pénzedbe kerül újra. Tehát ő beáll direkt Ferdén. Érted? Aha. És akkor nem nyitják rá az ajtót, viszont kap egy mit hány ezer forintos büntetést, ami nem érdekli, mert az kifizeti, ha kifizeti, de fizesse ki, aha, viszont az ajtója lefényesedése az 2 millió forint. Na jó, hát ismerve egyébként a közérkölcsöket, meg úgy az emberek hozzáállását az ilyen jelenségekhez, szerintem oké, nem nyitják rá az ajtót, de kulcsjuk, vagy a kulcstartó elmegy mellett, és így... Gondolod el, a külföldit, aki ellátogat hazánkba, milyen népi folklórral találkozik, hogy hazamegy, és azt mondja, hogy megkérdezi, mit láttál, és nem az beszél, a Lánchidat, meg tudom, a várat. Láttam egy szlovák rendszámú X6-osból kiszállni egy magyarul beszélő, egyébként teljesen épkézláb módon mozgó mozgássérült ember. Nem tudja hova tenni. Milyen furák itt a mozgássérültek. Magyarul beszélnek, szlovák rendszámmal járnak, nagy autóval járnak, egyáltalán nem mozgássérültek. Mozgássérült helyen parkolnak, van igazolványuk, de kipattanak, nagyon kopaszok, nagyon gyúrosak, és bemennek a tetyóba. Elmeséli a német, aki idején, hogy valahogy Magyarországon ezek a mozgássérültek annyira furcsák. Nem fogadják. Magyarországon még az autóvásárlás is támogatja az OLED-et. Járnak, magyarul beszél, szlovák rendszám van rajta, egészen jól mozog, nem tűnik mozgássérültnek, beáll a mozgássérült helyre. Mi németeket valahogy máshogy csináljuk. Valódi mozgássérültek vagyunk. Van. Valódi a rendszámunk, még németül is szólalunk meg, nem kell, hogy szlovákul beszéljünk, és egyébként nem tudom, nem 30 milliós autókkal járunk, mint mozgássérültek. Hát nem leleményes nép ez a magyar mondja. Ott akarok élni, azt mondja. De ott Magyarországon akarok élni. A magyarul beszélő szlovák rendszámú, teljesen jól mozgó mozgáskorlátozott mozgássérült. Jó. Milyen fura világ ez? Nem hihetetlen, hogyha valaki Magyarországon mozgássérült, akkor az rögtön kettős állampolgár is lesz. Igen, mert szlovák is, magyar is. Magyarul az OEB beszáll az autóvásárlásba elég vastag, az ő részt igen, és hogy milyen csípőprotéziseket rakhatnak ott, mert mindenki úgy jár, mintha soha nem lett volna semmi. Idejön egy német, és azt gondolja, hogy milyen jó magyar egészségügy, milyen komoly az állami támogatás, milyen komoly a szociális háló, nézd meg. Milliós autóval és úgy állsz a parkolóban, ahogy akarsz. És kiszállsz, és mit csinál? Szabadság. Tudja, hogy rossz helyen van, mit csinál? Befut az Osamba. Tehát még nézd, hogy fut mozgássérült, mondja a német, aki nem érti, hogy neki miért nem ennyire jó a csípőprotézis műtét, és azt gondolja, hogy a magyar szociális álló, a magyar egészségügy az, ahol nekünk laknunk kéne. És a csíket oda pöcköli el, hova akarja, és egyébként a bevásárló kosarat se tolja vissza. Csodálatos ország. Szörnyen előítéletesek vagytok egyébként a mozgássérültekkel, komolyan mondom. Tehát, hogy azért megláttunk egy Bentley-t, érted? Hát visszatérve erre, és nem lehet mozgássérült. Így van.
Jó, de azért az Európai Uniós szabályozás egyébként, hogy egy hipernek a parkolójában az első két sorban miért mozgássérült minden parkoló? Tehát, ez szabályzás, igen. Mert azt láttam, hogy mindenhol ez van. Igen, de szerintem tök jó. Hát a mozgássérült tényleg álljon oda az ajtó mellé, és menjen be közelről. Ugyanúgy, ahogy a nagy család, most már van családos parkoló is, ahol ugye föl van felső a piktogram, ha anya, apa meg a két gyerek ott van, akkor te is odaállhatod. Simán beállok oda. Uh-huh. Egyedül is, azt tudjuk, de most nem erről beszéltünk. Én családos vagyok. De ha ott van a családod, akkor vagy családos. Ha egyedül mész oda, akkor te nem vagy családos. De nem elég, hogy megmutatja a családi fotók. Hogy nézd meg, ilyen szép a feleségem. De ezt hogy büntetik? Hogy nézik meg? Mi az, hogy látják, hogy nem büntet, nem tudom, hogy büntetik-e, ez egyszerű tukkóság, hogy egyedül vagy odaállsz. Hát akkor azt kell csinálni, amikor van másik 10 szabad, akkor én simán állok a családosra. De ne állj le, mert mi van, ha jön 10 családos? Hát nem tudom. Ott a nagyobb az ajtó, ugye, azért van, vagy nagyobb a hely, hogy én az 4 főre vásárolok, egyedül vagyok, tehát nagyon sok cuccom van. Az is igaz. Olyan mondom. Tehát én két gyerekkel, egy évesen, vagy egy 6 évesen, én néha rá szoktam állni a családosra, nálunk ott, mit tudom én, ahol lakom, mert látom, hogy van még másik 8, ami szabad, hát most, na, két persze, most mondom a tökéleteseknek, hogy én mivel bűnözök, de én állok, mozgássérültre soha, arra véletlen egyszer álltam, annak meg is lett, hogy arra próbálok figyelni, de igen, na, a nagy családosra állok. Hát, és most nagy családosra gondolom, magam van két gyerekem, meg egy csomó cuccom van, hát most odaállok. És amikor esetleg oda megy valaki, és ezt ellenőrzi, és számon kéri rajtad, hogy te miért állsz a nagy családosoknak a helyére, amikor nincs is ott a nagy család, akkor oda rohansz valaki, ez jön ki a hiperből, és a hagyja! Én ezt úgy sem, hogy már mikor jövök ki a hiperből, és látom, hogy az autó mellett állnak, és ellenőrzik, akkor oda szólok, itt van érdekel, fogjátok meg a kezek. És gyertek, most gyertek el, végig velem az autóig. Nem mondjatok semmit, beültek az autómba. Gyertek a kosárból, a százassak, gyertek vele. Gyerekek, felnyomnak a bliknél, én ezt most nem engedhetem meg magamnak, hogy baj legyen körülöttem. Hát apa, engedj, a bácsi fogja a kezem. Csendorol tényleg, de jössz velem. Még egy nyalókát. Autogram klasszikus ajándékcsomag, csak gyertek vele. Két bögre már a csomag tartom. Közös fotó. Büdösködök, gyere velem, tart a szád, nem mondd meg anyának, nagy család vagyunk. Szóval, hogy én arra ráállok, hát mert én ezt beismerem, nagy családosokra ráállok. Egyébként gondolatban tényleg nagy családos vagyok, fizikai értelmű nagy családos vagyok, és két éhező szájat eltetek. Két éhező száj, kis tátóba vár engem, hogy mit hoztál, érted? Cipekedek ott, érted, hiszem a cuccot. Hát persze, és egy rohadt nagy fészekben laktok, és a szádból etetődő őket, még félig megemészted, felbefogott táblál. Persze, Gyers, mint hallani. Egyébként simán lehet amúgy, hogy a Bent is csak foglalta a két helyet. De mondjátok, mert ez hamozgássérültek, hamar jönnek. Hogy nem készül soha olyan fotó, hogy egy tehát, hogy mi van a luxus autókkal közlekedők agyában? Hogy nem készül soha egy olyan fotó, hogy illegálisan használt egy mozgás korlátozott helyet, mondjuk egy Fiat, vagy egy Opel Corsa. Van, az dolog. Egy bizonyos értékhatár felett most az autós szégyen van ilyen. Nyilván van, de azért többször látod azt, hogy ez egy klasszik fotó, Bentley áll a mozgássérült helyen. Tehát azért ez többször fordul elő. A ház elő. Igen. Bentley áll az elő. Az állja, várja. De nehéz az iskola, ugye? Ha nem tanultad meg a kreszt. De nehéz a diplomatát. De hogy tényleg sokszor azt látod, hogy luxus autók állnak. Tehát, hogy 20-30 millió fölött áll inkább rá a mozgássérült helyre, míg például mint egy Ford Mondeo. Ez a megtehetem, leszarom. Igen? Mentalitás, igen, mert van pénzem, megvettem a nagy autót, akkor nekem jár minden hozzá. Uh-huh. Igen, ez egyfajta, valószínűleg egyfajta mentalitás, igen. És most engem lefotóznak, hogy én családoson állok? Akkor véged van. Úgy meglincselnek? A nagy családosok országos szövetség. Felszólal majd a szakszervezet, hogy rohadjak gyorsan a családosra. Tudod. Komolyan mondom, néha jó egy kicsit így bűnözni. Tehát ez nekem tehát amikor már dolgozol, gyereked van, és éled egyébként a felnőtt életet, ami azért sokszor, ugye hát a felnőtt élet az nem olyan izgő, mint a kamaszét, én ebben már kimerül a kalandványom, hogy ráállok a családos parkolóra. És akkor úgy érzem, hogy hogy ez valami, valami borzongató, de borzongató. Mert ezt a bűnözést nézik el otthon. Mert ha azt mondanád otthon, hogy voltam egy csúszkamasztrásban, egy kis bűnözés, azt nem néznék el, de ezt. Hát ezért mondom, hogyha a családosok
házastársak, gyereket nevelő apák életét éled, akkor előbb-utóbb odájutsz, hogy adrenalin emelkedést okoz, ha ráállsz a családi parkolóra. Tátor vagyok. Ezt még megmerem tenni, még marad bennem valami rossz. Igen, még nem nőttem föl, még mit csináltál? Ráálltam a családos parkolóra. Gyalog elérni az északi sarkot. Á, de hogy inkább nem viszek százast a kosarakba, hanem viszek egy erővágót. De például nekem nem van a gyerekülés, ott van a gyerekülés, tehát igazolhatóan kettő darab gyerekülésről de vagyok. Ott a gyerek. Érted? Ez igaz. Na jó. Maga szerint kinek valaki ezek a csörgők? Nekem? Nézze, a hat darab cumit a földön. És az Anna Peti Gergő, azt olvasom a pirosnál. Azt hiszi, hogy magamnak olvasom a Bogyó és Babóca rohadványos kalandjait. 150 egyszerre, hát persze. Cumi is van a kocsiba, érted? Mi van még ezen az oldalon? Mit nagyon jó pofák vannak egyébként. Például van egy akció, amiről megosztottak egy fotós, ez nagyon tetszik, hogy rendes, hagyományos parkolóhelyek vannak, és a parkolóhelyeket végig elfoglalták kerekesszékekkel, és az van ráírva a kerekesszékekre, hogy egy, bocsánat, csak egy percre álltam meg. Menő. Hogy lázadásként beálltak meg? Igen. Úgyhogy, de rengeteg van ilyen, tehát hogy félrejtések elkerülse véget, nem csak olyanok vannak, amikor így mondjuk valaki ilyen bicskonyítogatóan használja ki mondjuk ezeket a mozgássérült parkolókat, hanem rengeteg ilyen nagyon béna parkolás van bent, például mit tudom, ilyen kis smart autó, valaki úgy parkolt be, hogy a telefonfülke mellé állt be úgy, hogy a telefonfülkét onnantól kezdve nem lehetett használni, mert nem lehetett kinyitni az ajtót. Idős bácsik a beparkol, vagy hívják itt valószínűleg szőkenők parkolnak, mert ugye meg van határozva szépen a vonala a parkoló helyeknek, hogy az átló, ugye látod a két vonalat, tudod, hogy milyen irányba kell beállni. Nem, valaki következetesen elkezdett az ellenkező irányba beállni, erre mindenki más is mellé állt, és aztán gyakorlatilag megfordították az irányt. Én például, ha azt is csinálom, tudom, ti nem csináljátok, soha nem csináltok ilyet, de én csinálom, hogy például látom, hogy sok hely van még szabad, akkor beállok úgy, hogy van egy oszlop, van két sáv mellette, és van egy autó. De látom, hogy még 100 másik hely van. És most kinéztem azt a helyet, és oda beállok, akkor beállok kicsit úgy, hogy mellé már ne tudjon beállni senki. Hát ez kikérem. De magam. Nem egy tömött alléba karácsonykor, tudod, ahol 4000 kilométert mész, mire beállsz egy helyre, és de akkor beállok mindegy, kettőre. Mert félek attól, hogy rád nyitja valaki, mert ugye ha nagyon szűk helyen állsz be, akkor leütik az autódat, hát hányajának úgy, hogy jön a mama, jön a papa, jön neki mindegy, ő csak legyen benne, páf rányitja. Ha azt látom, hogy sok hely van, akkor vagy beállok egy olyan szűk kettesre, például a Mamutban vannak olyan, ahol csak kettes szűk van. Kettes, ahol jó, viszont úgy állsz be, egy picit átcsalod magad a másik irányba, viszont ő már mellé nem áll be, és elmegy inkább egy másik helyre, de nyugodtan hagyom ott az autót. Mint beerőltetem magam két autó közé, kiszállok úgy, hogy tudod nagyon vékonyan, de tudom, hogy aki jön majd, az biztos, hogy rám nyitja az ajtót. Na, az ilyeneket szokták összekarcolni. Jó, nem karcolnak. Még nem. De tényleg nem bántanak ezért, ha beállok úgy, á, nem. Te sose? De most ennek az újrafényezett angol izének nem mindegy. A polgári törvénykönyvet mindig 100%-osan betartó Rákóczi Feri. De sose álltál még be úgy, hogy direkt beállsz kicsit, hogy ne álljon rá. Dehogy pofátlanság. Dehogy pofátlanság. Ha még van egy csomó hely, akkor félted az autódat. Ha csomó hely van, akkor menjél el a parkoló legtávolabbi részébe, és egy sarokba. Én ott is beállok úgy egy kettesre, hogy ne álljon be mellém, mert működik a tömegvonzás törvény. Ezt is felállítottam. A tömegvonzás törvénye pedig nem más, mint egy üres metrón, ha egyedül ülsz, leülnek mellé. Ülsz egy étterembe, tök egyedül, vagy ketten ültök, oda leül mellé. Az autóban is így van. Helyből egy foglalt biztos, hogy beáll mellé. Beáll mellé. Ezért beállok úgy, hogy én kettőt néha elfoglalok. És akkor nyugodtan hagyom ott az autót. Tehát ilyen stikliket muszáj csinálni. De hogy muszáj. Lehet csinálni. Élni ennélkül, hogy nem állsz keresztbe a parkolóba, nem állsz két helyre be, mert másnak okozok kellemetlenséget vele, érted? Álljál meg a parkoló másik végén, ahol nincsen autó, és gyalogolj át rajta, de te nem ezt csinálod. Én nem akarnék a te gyereked lenni. De oda, miért nem? Nem tudom. Nem. Mert olyan bizarr lenne, hogy hülyen is nézzek ki az egész. Nem tudom. De azért állsz oda, hogy ne kelljen messze sétálnod. Ha? A bejárattól a legközelebb állsz, és ráadásul az újrafényezett angol vackodat véded. Tudom, a teljes dobozt. Az összeütött a teljes dobozt. Amit nem olyan könnyű egyébként összekarcolni. Az meg a másik. Mert gyémántot csak a gyémánt vágja. Gyémánt, mert én tegnap beázott vagyok egy két területet. Nagyon köszönöm. Viccet. Jó, lukakat kell fúrni egyébként. Jó autója, padló lemezbe. Gyerekek, jó autója bárkinek lehet, nem? Tehát nem kell mindig jól járni. Valami másik elmondata, nem kell mindig jól járni. Akivel nem történik semmi, annak unalmas az élete.
Balázs mutass jó példát, másfél millió hallgatnak, sok a kretén köztük. Én jó példát mutatok, soha nem állok be például mozgássérült helyre, de igen, néha kicsit csalok, és beállok. Ha, Istenem! Na, jól van! Ti, akik soha nem követtek el semmit, játszatok velem egy hármas ugrást, én, aki az élet sötét veletek? Oldalán... Veletek, akik beálltok a... Velünk, akik néha beállnak két helyre, igen. Nézzük meg, hogy ki a játékosunk, aki már itt is van. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Ádám vagyok. Ádám, hello Ádám, jó reggel. Na végre! Jó reggel. Na végre, hogy játszhatunk. Végre. Ádám, honnan hívtál minket? Jelenleg Hajdúböszörményben dolgozok. Hajdúböszörmény? Mit csinálsz? Egy környezetvédelmi kármentesítési munkán dolgozok jelenleg. Kármentesítés? Mi volt a kár? Mi volt a baj? Talajszennyezés. És akkor teljes talajcserek, tehát kiásás és új föltöltés? Nem, hanem egy talajvíztisztító mű fog épülni. Na jó. Az jól hangzik. Milyenek a kérdések, Janim? Közepes. Nagyon közepes. Közepes? De megtalálom. Miért közepes? Miért nem nehezítettél picit? Mert nem volt kedvem. Eltűnt az utolsó az adás mentem. Várj, itt van. Nekem is egyébként. Nem konkrétan. Tudom, hol van. Valaki összeszedte. Viki? Nem, szerintem nem is kaptunk. Mehetünk? Igen, mehetünk. Figyelj, Ádám, hogy nevezik azt az erdőt, ahol Mici Mackó című regényhősei élnek? Tápoldas pagony. Hát, egy környezetvédelmi szakembernek ezt tudnia kell. Minden pagonyt kell ismerned. Mehetünk tovább? Persze, menjünk. Itt van a második kérdés. Melyik az a város, amelynek a falai kürtök hangjától omlottak le a Biblia szerint? A Biblia. Biblia szerint. A Babilon? Jerikó, Jerikó, falaporra hullott rég, Jerikó, Jerikó, múlandó a dicsőség. Ahogy azt ez nekem már semmit nem jelente, parkolóba állott. Ez nekem ez egy régi dicső. Igen, igen. Jerikó lett volna, így van, ez a jó válasz. Hát sajnálom. Még csak bumozni sem tudsz, Ádám, mert ugye a második kérdés után erre nincs lehetőség, úgyhogy nem sikerült sajnos. Elköszönünk. Köszi a játékot, Ádám. Jó munkát neked. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Azt mondja, hogy a Pilisszenthíván benzinkútjánál a parkolóban áll a trafi tünde elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán az M3-ason még mindig nagy a dugó. És nagyjából ennyi. Ezek a legfrissebbek. Most azt hiszem csak, hogy van-e friss. 9:30 múlt pontosan egy perccel, jön egy pici szünet, aztán jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz. Pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Még az előző tévához kaptuk egy szenzációs SMS-t. Kisfiúm, mi szeretnél lenni, ha felnősz? Szlovák mozgássérű. Igen. A legjobb. A legjobb, igen. Na. Mi van, Anna nem kommunikál velem, vagy nem? Hát lehet, hogy megsértetted valami. Mivel bántottad meg? Nem is beszéltem ma velem. De itt van, megírtam. Azt mondja, hogy ugye a reggeli elindulásról beszélgettünk, mert egy internetes portál szerint a karácsony után a magyarok reggelente veszekednek annyit, mint karácsonykor, vagy még az is lehet, hogy egy kicsit többet, és hát összegyűjtöttük a reggeli készülődés családi lexikonját, ha lehet így mondani, amit hallgatóink küldtek el nekünk. Megnéztük, hogy ki min veszekedik reggel, nagyon hangulatos SMS-ek jöttek. Egy-kettő felolvasása után tényleg úgy gondolhattuk, hogy reggel van, és betekintést nyerhettünk egy-két hallgatónk életébe. Valamint volt vendégünk is, Barta Ákos táplálkozás kutató élelmiszer biológussal beszélgettünk, és próbáltunk igazságot tenni, hogy ez egy nagyon nagy halmaz, és nagyon nehéz konkretizálni a beszélgetéseket ezen a téren, hogy mit tegyünk, mit ne együnk, mert egyre jobban körvonalazódik az tényleg, hogy mindenkinek személyre szabottan kell megtalálni azt, ami saját magának jó. De mégis Ákossal azért érdekes dolgokról beszélgettünk, és kiderült, hogy teljesen máshogy gondolkodik bizonyos dolgokban, mint ami Gáborunk csütörtökönként. A kettőjük reggeliét érdemesek összehasonlítani, mást mondanak, mást tesznek, és mind a ketten nagyon hisznek benne. Össze kéne ültetni őket, bedobni egy csali kérdés, és aztán a hátra dőlni. És megnézni, hogy mire mennek egymással, igen. Szóval Ákossal is beszélgettünk érdekes dolgokról, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a
Klassz FM-en. Azért jó ilyet hallgatni, mert rájössz, hogy nem csak nálad van ez reggel, nem? És ez egy ilyen, ez így összeköt a többi emberrel, hallgatóval, reggel munkába indulóval, hogy tényleg meghalod, és kicsit megnyugszol, hogy de jó, mert mindig azt gondolod, hogy nálad a legnehezebb, meg neked a legnehezebb, meg a te gyerekedet kell a legtöbbször kérni, meg biztos másnál ez nincs így, és akkor meghallgatod ezt a műsort 7-től 8-ig, és rájössz, hogy ne jól van, akkor egyrészt nálad sincs akkora gáz, mint amekkora gondoltál, illetve hogy a többi családnál is ez van, és ez mindig megnyugtat. Hello Csabi, jó reggelt! Jó reggelt! Nem mi is meg voltunk győződve róla, hogy valamit rosszul csinálunk a Laurával, mert az lehetetlenség, hogy ugyanazok a mondatok hangzanak el minden reggel. Most már ugye nem tudom, hány éve járunk iskolába, óvodába, de mindig. De jó érzés tudni, hogy nagy a csapat. És aztán kiderül, hogy hát olyan, mintha az összes többi gyereket is mi nevelnénk, mert mindenhol ez a probléma. Igen, ezt nagyon sokan írták egyébként, hogy jó hallani, hogy másnál is ez van, nem más kárának örülni, csak egyszerűen megnyugszol tényleg, mert mindig az ember hajlamos azt gondolni, hogy az én gyerekem a legneveletlenebb, meg én biztos valamit rosszul csinálok, meg ja Istenem, meg biztos, hogy máshogy kéne, és aztán rájössz, hogy nem, egy másik gyerekkel ugyanolyan nehéz elindulni, meg ugyanilyen 6 dolgot akar az iskolába vinni, meg le kell beszélni, meg nem eszi meg az uzsonnáját, meg elhagyja a tornazsákját, szóval, hogy ez tényleg mindenkire jellemző. De egyszer tényleg csináljátok meg, amikor szünet van, mondjuk a tavaszi szünetben, hogy a gyerekeket kérjétek meg, hogy írják meg SMS-ben, hogy mit mondanak a szülők. Mert egy dolog, cseszegeti minden reggel a szülő, mi? Tehát, hogy ők mit hallanak? Mert például, amikor, nem tudom, focizunk, vagy fociznak a gyerekek, és a Demetert lecserél, lejön a pályáról, vagy végén a meccsnek, akkor már úgy jön oda, hogy igen, apa, jól vagyok. Tehát, hogy valószínűleg én ezt mindig megkérdezem, hogy minden rendben van-e. És akkor már úgy jön, hogy már nem akarja hallani valószínűleg a kérdést, ezért előre válaszol. És biztos ugyanez van az ebéddel. Tehát, hogy megköszönsz haza. Sziasztok! Igen, krumpli főzelék volt. Tehát, hogy valószínűleg ugyanazok az automatizmusok működnek, úgyhogy jó lenne egyszer a gyerekeknek. A hülye szülő tényleg nem, tehát mit tud kérdezni, mi volt a tevőről? Amire nem akarsz válaszolni, meg kérdezem bármi más, a napod legjobb része, legvicces, amit akar, mi volt a tevőről? Megetted? Nem? Hát nem, hát ilyen fog halni, nem? És tényleg nagy többség, mi volt az ebéd? Akkor megnyugszik a szülő, meg kell, hogy a gyerek megette az ebédet. Akkor már baj minden nem rendben. Lesz. Minden rendben a gyerek ebédel. Valahogy el kell indítani a beszélgetést, érted? Persze. Engem. Csak a gyerek már egy idő után nem akar veled beszélgetni, mi jó. Nézzünk valami szabadszájú filmet a tévében, és mondom Iránynak, hogy jó, de azt tudod, hogy ezt a szót nem szeretném. Ajaj, nem mond már, léci. Mert már 30-szor mondtam el neki, de egy hónap alatt. Ez a gyerek egyik halljam nap... vissza a szádba, ugye? Megijeszted, jó? Hazajött az óvodából, ledobta a kabátját, és kezdtem neki mondani, tudom, kézmosás, így. Jézus Isten, 6 éves. Odalépek a konyhapulthoz, húzom ki a szekrényt, tudom, horfújás, és már jön oda, és fújja. Úristen, de unalmas lehetek. Jézus Isten, ott hazajön kézmosás, horfújás, indítsd el, tudod, indul a délutáni program, tudom, horfújás, és így tudod, ilyen flagmán, 6 évesen. Igen. Mondom, mi lesz? 10 évesen kilakoltak? Érted? El kell majd költöznem? 6 évesen a gyerek oda, tudom, horfújás, így. A flagma undorral, érted? Lehet meg majd nagy taslival, amikor megjön. Erre nem számítottál, mi kisapába? Begyökösödünk, azt hittem. Azt hittem, orfolyás lesz, mi most vérzik az orrod? Na töröld meg gyorsan, te büdös kölök. Annyira okos vagy, azt is tudod, hogy ezt miért kaptad, na? Isten, így a gyerek így állna a kezdet, és nem érteni, így Jézus atya, úristen. Nem, csak ilyenkor jössze, hogy úristen, de unalmas szülő lehetsz, nem? Tényleg, tudom, kézmosás, Jézusom. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját. Aztán elbúcsúzunk. De még jövünk. Igen. Jövünk még. Halló. Itt vagyunk még. Szeretnénk. Na. Mi történik? Anna megoldja, hogy értünk. Profi. Úgy tárcsázik, mint egy bakter. Hát ez ma nem. Most? Ne, már nincs benne. Már nincs, jó. Nincs. Abszolút, ő is egyébként reggeli mondatot küldött. Nekünk van, kávé nincsen megittat, kevés volt, nem igaz, 2 volt, az kevés. Főzél, te elkések, nem érdekel, megittat, főzél, elkések, nem érted? Klasszik reggeli mondat, ő lett a nap hallgatója. Csabikám, milyen zenék lesznek nálad? Remek zenék? Floristot hozom nektek, aki egy pár hete már ott volt a Klassz 40 sláger listán hétvégén, ha hallgattátok, de az igazi lendületet tőletek kapta, mert a nagy közönség múlt héten hallhatta nálatok ezt a Sex című dalt, és ennek megfelelően, vagy ennek köszönhetően, ezen a hétvégén, nem tudom, hallottátok-e, első lett a Klassz 40 slágerlistán ez a dal.
Úgyhogy köszönet nektek, és meghallgatjuk újra. Azon gondolkozom, amikor így hallgatom ezeket a dolgokat, hogy velem van a baj az esetek nagy többsége, mert már fingom nincs, hogy kiről beszélsz. Tehát én öregszem, hogy flöriz, möriz, muldáz, duldáz, buldáz. Flöriz, már beszéltünk róla korábban is egyébként, ő egy nagyon tehetséges énekesnő, bár még csak most jelent meg az első szólalom, ez a korábban egy lánycsapatnak volt. Szóval rajtunk kísérletezik. Aha, nem szép dolog. És nagyon dicsérted. Ja, nem, csak sokszor tényleg nem ismerem, amit mond. De valószínűleg bennem van a hiba, vagy épp ezért ajánlom többször, jó, hogy egy idő után már megjegyzed. Meghallgatjuk. Remélem. Jól van. Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.